Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani. Hello, Anna. Sziasztok. Hello, Feri. Hello. Jó reggelt. Jó reggelt mindenkinek. Gyerekek, 3 fokot tudtam mérni. Bizony. Ott, ahonnan én jövök. Utána lefogyott a mifon. utána véget ért a dolog, úgyhogy nagyon-nagyon hideg van. Mondom ezt azoknak, akik azt hiszik, megtévesztve önmagukat, amikor kinéznek az ablakon, hogy ó, de szépen süt a nap, biztos jó idő van. Lesz majd valamikor délután. De 3 fokocska. A jövő héten, igen. 3 fokocska az idő, úgyhogy egyelőre nem tudom. Hát ilyen utoljára talán decemberben volt. Ez a megint a vidéki mérésed, ezt vennünk. A most az nagyon vidéki, mert ráadásul nagyon messziről jövök, messzebbről, úgyhogy... Nem érdekel a városiakat. Várunk 5 fok volt legalább. 5-öcskét mértél? Na, ez jó. De ez úgy cudar, hogy szép, nem? Mert közben meg tök tiszta az ég, meg süt a nap, meg ez a száraz hideg, ez azért kellemes. Ez jó, mert nem kedvez a vírusoknak. Az igaz. Ilyen mindennek tudsz örülni, tényleg. Figyelj, de most komolyan. Jó, oké. Igen. Szóval, hogy hideg van, ezt akartam csak mondani. Konkrétan kaparnom kellett az ablakomat, nem most nem állok garázsba. És, de van ajtó, nem? De ség? Oldalt be tudsz menni. Mindig az ablakon keresztül megyem. Sokkal jobb. Nem, jeges volt. Tehát éjszaka ott szerintem ilyen 2-3 fok volt. És ráfagyott a pára. Nem, május van, Balázs. Na, ne, tényleg. Hát de most ez most tök komoly. Nekünk is deres volt reggel a kolibri etetőnk a teraszon. és hó is volt, és angyal csináltam reggel hó. Igen. Belefeküdtem a hóba, ott ahonnan éve, és csináltam angyalt. De jó. És utána jó. A neved mellé írtad, ugye, sárgával. Igen, mozgattam a kezem, és angyal lett belőle. Ekkora mennyiséget hozott a dílered. Mondtam, hogy csak 2 gél legyen, de kicsit túl. Igen, 2 mását hozott helyette. Igen. Nagyon durva. Na mindegy, tényleg, de viszont a 2 fokot azt én satszolom, a 4 fok abban már semmi satszolás nincsen, úgyhogy mindenki készüljön, mert egy kicsit hűvösebb a reggel. Csak ezt akartam. Ezt nagyon akartam mondani. És én ennek megmondom őszintén, azért is örülök, hogy ilyen szép idő van számomra, szép idő van, mert egyébként embertársaink, valljuk be őszintén, így reggelenként, hogy az ember tömegközlekedéssel jár, és hát úgy együtt mozog a többiekkel, azért tudnak okozni kellemes meglepetéseket. Van egy kedvenc típusom, ma reggel is találkoztam vele, már többször találkoztam vele, kedvenc pékségember reggelenként, aki nem veszi, nem tudja észrevenni, hogy egy picit előbb értél oda, mint ő, és addig szuszakolja magát így be balról, de hogy ilyen pici, apró kis tyúklépésekkel, amíg már magával is el nem hiteti azt, hogy ő előbb ért oda. Ő 4 óta ott vár. Közben nézi az óráját, mint egy jelezve kifelé, hogy ő nagyon siet, és egyébként, ha valaki esetleg szóvá tenni azt, hogy ő egy picit később érkezett oda, mint mások, akkor jelezze nekik, hogy hát, de neki fontos dolga van, fontosabb, mint másoknak. És akkor itt szépen lassan így betolagatja magát. És ez csak már azt veszed, hogy ott van előtted. Van, igen. És nem szólsz? Miért nem szólsz? Nem, mert tesó, mi is ide várunk. Kívülről figyelem az eseményeket, nézem, hogy meddig megy el, próbálom meg azt a fajta eszközkészletet így megfigyelni, ha nem is elsajátítani, mert én nem szoktam ezekkel nagyon élni, de hogy így kívülről megnézni, egy picit úgy vizsgálgatni, hogy elemezni, rácsodálkozni, hogy... Tehát gyáva vagy szólni. És mindig eljátszol. Miért nem szólsz? És mindig eljátszol. Miért mondod meg neki, hogy mindig szólok? Hogy? És így az ötönként összehúzom, igen, és akkor szólok neki. Hogy olyan egyszerű ez, de komolyan. Oda kell szólni. Igen, hogy ne tessék haragudni, ha sietni tetszik, akkor nagyon előre engedem, én szívesen, mert ráérek, csak tessék mondani az ő szájával, formálja meg, mondja el, hogy ne haragudjanak, így kell kezdeni a mondatot, ne haragudjanak, nagyon sietek, mert beteg az anyukám a kórházba, és friss kiflit kell neki vinni, engedjenek már előre, csak azt mondom, hogy parancsoljon. Ennyi. De ez a típus általában nem szól. Nem. Viszont ha rászólsz, akkor nagyon tudja. Ja, duzzogás. Tehát akkor igen, akkor viszont nagyon tudja. Hátra kell küldeni, szólj rá legközelebb, hogy de soha. Tudod, hogy ki vagyok? Én ugyanolyan vevő vagyok, mint te. De én is vevő vagy, nézd rá. Tudod, mi ez a válunk? Ez a sor. Na, akkor viszont légy szíves, álljál már egy picit mögém. Nem miattam. Majd azt mondom neki, hogy nem miattam, én ráérek. De a mögöttem levők nem érnek rá annyira már, mint én, mert nekik nem 6 órakor kezdődik a munkaidejük, vagy igen, de messzebbre mennek. Legyen szíves. De hogy így él, és akkor így picit így tologatja magát így előre ilyen centinként, és már látom. Sunyulás van benne. Igen, egy picit jobbra néz, picit balra néz, szemkontaktust kerül, és már ott van előtted. Óriási. Igen, de ezt ők tökéletesen megérzik, ezt azzal csinálják meg, akivel meg lehet. Te szólj rá.
holnap. Mondd meg neki, hogy figyelj, ez neked is egy próbatétel, hogy szólni kell. Szólj rá, hogy figyelj, te is a sorba állsz. Igen, fantasztikus. Férfi, nő? Férfi. Férfi? Férfi. Fiatal, idős? Hát, hogy egy picit idősebb nálam talán. Aha. Bár ezt már nem tudom megítélni. Mert mostanában öregnek is átszázza magát. De hogy is ne. Bajusszal áll. Mostanában műhóval befújja magát. Úgy általában szoktam vele találkozni. Most már több egyszerre fordul elő, hogy eljátsz ezt. Csodálom, hogy ezt kibírod szó nélkül. Azért csinálja meg veled, mert most már látja, hogy most már eléd beállhat. Tegnap is ott voltál, nem szóltál, akkor tegnap előtt is ott voltál. Hm. Ezt látja. Én biztos, én mindig szólok, én benzinkúton is mondom, hogy tessék maradni nyugodtan, de én is a sorbálok. Tudod, csak hogy érezze. Nem küldöm hátra, csak szólok neki. Ja, tessék parancsolni, de én is ide várok, tudod. És akkor abban a pillanatban nem tudja, mert nem kérted meg, hogy menjen hátrébb. Sőt, gesztust gyakoroltál, hogy be is engedted, viszont szóltál neki, hogy te tudod, hogy őt beengedted. Na, az a legkellemetlenebb. Ez olyan csapda, amiből nem tud kijönni. Hátra nem megy, ha elől marad kellemetlen, szóval mondd meg neki ezt holnap. És meséld el, hogy milyen volt, megmondani. Óriási, de egyébként több ilyen típus van. Na. De van egy másik, ő nagyon aranyos, ő Cuki néni, aki amikor kiejted a szádon azt, hogy és kérnék szépen egy presszó kávét is, a kávégép az máshol van, mint a pultnak az a része, ahol a péksüteményeket szoktad megrendelni, és akkor át kell oda menni az eladónak, és meg kell csinálni neked a kávét. De ja, ő is vásárol. Igen, ő is vásárol, nem, ő is vásárol, csak ő mögöttem áll, és amikor kiejtem azt a szót, hogy presszó kávé, vagy kapucsinában, hát, tudja, igen. Igen, oké, megkaptam a kávét. Mi a következő történés? Én kérnék azonnal még egyet. Igen. Nem. Ő elkér a péksüteményét, és utána mit kér? Egy kávét. Egy kapucsinót, vagy egy presszó kávét. Igen. És akkor érdekes, hogy akkor már nem annyira már nem érdekes, érted, aki már mögötte jön, mert hogy ő a mögötte jövő idézőjelben ugyanúgy járt, mint ahogy ő járt, hogy az előtte levő, képzeljétek el, mit csinál? Kért egy presszó kávét egy olyan helyen, ahol egyébként presszó kávét is lehet kapni. És mondjuk, ha annyit mond, amikor ott van, átsétál az eladó a kávégéphez, hogy én majd fogok kérni, még egy presszót főzzem már le, azt is aranyos kell, mert akkor jobban haladunk, akkor esetleg beljebb lenne a dolog. Ezek a legjobbak. A bankban van ilyen mindig. Én nem harad már ez a rohadt sor, uh-huh. És maga meg nem, miért nem tudja a PIN kódját? Miért nem a másik ablakhoz ment? Igen. Miért nem tudta, hogy milyen sorszámot kell kérni? És amikor ő oda megy, ugyanezt végig játsza. Ugyanezt, és fél óráig áll egy ablaknál. Az óriási. Az a baj egyébként, hogy ha János szól, az nem lesz jó. Nem ér. Mert egyrészt ismert ember, ha szól, akkor szerintem az arra, hogy mindig rámondják, na, mit nagyképű, mit gondolsz? Mit képzel magáról? Igen. Szerintem nem azért kell szólni, vagy nem szólni, mert ismert, vagy hanem a saját önbecsülésed, meg az önértékelésed. Rá kell merni szólni. Leszoktattak róla. egyszerűen nem szabad. Tudod, ha egy ilyen szituációba vesztesz, akkor emészted magad, utána még bosszankodsz, még egy óramból is eszedbe jut, hogy téged ott elnyomtak, arrébb löktek, beálltak. Egyszerűen önmagad miatt kell szólni, hogy figyelj. Látom, hogy tudom, hogy bejöttél elő, maradjál nyugodtan, csak tudom, hogy bejöttél, és akkor már neked is sokkal jobb lesz, érted? Egy héten ötször beállnak eléd, az, és nem szólsz, az nem jó, egyszer rá kell szólni. Próbáld ki holnap, és meséld el, hogy milyen volt. Csak hogy rászóltál, nem engedtem, küldted hát, csak rászóltál. Jó. Kíváncsi vagyok rá. Hogy figyelj, én is a sorba állok, ám de maradjál nyugodtan, nem, de én ráérek, és akkor figyeld meg a reakciót. Jó, tök érdekes lesz. A holnapi feladat, és holnap után viszont csinálj vele valami meglepőt. Nagyon verbeg. Vagy nagyon, vagy csak üvölts rá. Vagy adj egy puszit neki. Valami ilyesmi. Olyan régóta ismerjük egymást. Igen. De tényleg. Le a kalappal, hogy ilyen türelmes vagy. Nem bírnám. Már most trafiznak gyerekek, jól látom? Hogy belterületen mérnek, Nagycsécs belterületén 6 óra 24-kor kiálltak mérni. Figyelj, világos van, most már látják. Csupi, van ilyen csupi. Hát van. Világos van, korán világosodik, többet tudnak dolgozni. Mm-hmm. Hosszabbak a nappalok, többet tudnak mérni. Az a kamera is lát, ami nem éjjellátós. Már ha van olyan, van éjjellátós trafi? Hát szerintem ezek a dobozok, ezek villannak. Villogos. Ezekben vaku van, hogy trafizni, szerintem éjjel nem trafiznak. Aha. De a dobozok, a kihelyezett fixek, azok éjjellátósak, igen. Azok villannak. Ilyen sárga fénnyel. Mm-hmm. Tudom. Jaj, vaku, hajam. Láttam sajnos többször villanni. Azt írja valaki, hogy Bari, a legkellemetlenebb, amikor benzinkúton beleüzöl pofátlan, majd ezért kapsz egy hatalmas pofont egy buflák kopasztól, és a csajot szemelátára megfenyegetek, és a sor végére küldenek. Igen. Nekem úgy tűnik, hogy van tapasztalat benne. Ez igen. Jövünk egy kopasz elé beállni, hát ott az nem biztos, hogy jó. Igen. Még megpofoznak, és meg is fenyegetnek. Na, hát valami ilyesmit kell ennek beígérni.
És akkor meg... Szétkaplak. Igen, hát kopasznak, kopasz vagyok, csak én mondjuk a hajhagyomány elgyengülése miatt alapvetően, de hát, hogy így... Gyúrni gyúrsz, már hogy így edzésben, aha, vagy igen, nem úgy kemény gyúrsz. 60 kilós ki vagyok. Nem úgy, hát most nem úgy gyúrsz, de érted, izmos férfi vagy, hát miért nem teszed oda magad? Hm? Ja, jogos, abszolút. Bele kell állni ebben. Én inkább az én... Kiflír melekedett inkább. Vadon, ez aha, lesz igen, a címlap. Igen, igen. Hát az ilyenek nem berekednek, az ilyen, aki betolja magát, és így befurakodik, és tudod, ilyen kicsit gusztustalan, ezek félnek a konfliktustól, tehát ezek nem mernek fölvállalni, egy ilyen megkapogtatod, megfordulsz, és ezt ők nem merik fölvállalni. Tehát ez úgy hátra megy, mint a húzat, az ilyen típus nem verekszik. Szerintem nem megy hátra. Tessék? Biztos, hogy valamit mond, és ugyanott fog állni. Még na, akkor is, ha tudja, hogy nincs igaza. Tessék, legyen ez egy társadalmi kísérlet. Holnap szóljál neki. Jó. Jó? Jó. Holnap szólj rá, hogy te is a sorba állsz. Hogy ne, és hogy előbb voltál így. Így van, szépen intelligensen előbb beszélj, aztán üs. Hogy? Ja. Hogy? Mi van? Persze, mert hogy tényleg, tehát hogy nem azért, mert hogy itt egy rádióban dolgozok, vagy ezért, hanem én is vevő vagyok, tetszik tudni. Tehát, hogy inkább ebben a dologban ez zavar. Mert hogyha sietnék, és késésben lennék, akkor viszont már valószínűleg szóltam volna. Így mondjuk, hogy mindig ott hagyok magamnak egy 5 percet arra, hogy meginjem a kávémat, így nem annyira zavaró. Hmm. De hogy én nem tudom, hogy ő egyébként ilyenkor mennyivel van beljebb. Egy emberre. Hát ez tényleg így számít. Hogyne? De ez neki kis győzelem. És veled minden reggel beljebb van. Ami már jó indulat. Igen, valakit megint legyőztem. Rád már úgy néz, hogy te nem is vagy. Tehát látja, hogy ott a kekis kapusz, és úgyse szól, beállok elé. Már csak persze, már holnap már simán úgy megy, hogy megint beáll, mert látja, hogy te már hetek óta vagy napok óta nem szólsz. Itt van a tereptárgy. A tereptárgy, jól, beállok elé, úgysem mond semmit, úgyhogy ezzel nincs nagy baj. Én azt szeretem, amikor azt látod, hogy például egy hiperbe üres a kassa, és ő onnan jön, te meg innen, és elindul egy ilyen, tudod, egy... Kicsit gyorsítasz, tolod a kosarat, ő is gyorsít, ő is tolja a kosarat, kiír oda előbb. És akkor, ha vesztesz, akkor gyorsan még lehajolsz egy rágóért, vagy valamire, hogy te nem is siettél, az megvan? Azt mondjuk, én szeretem a szette. Az egy egyenlő küzdelem, az más. Ő is onnan indul, te is onnan. Hmm. Látjátok, hogy a kettes kassa üres, és elindul egy ilyen alig feltűnő kocsitoló verseny. Igen. Igen, mert rohanni mégse akarsz. Ő se rohan, tudod, és akkor aki veszít, az még, hát még elmegyek egy fél kiló túróért. Ó, mindegy, hát nem is ide indultam. Még eszembe jutott valami. Az nagyon jó, azt szoktam csinálni. Abból is nagy botrány van mindig, ha van sok kassa van egymás mellett, állnak öten sorba egynél, és a mellette lévő megnyit. Na, hogy hát ott például szép, ugye az első kettő már nyilván nem megy sehova, mert az első fizet, a második jön. A harmadik és a negyedik meg az ötödik áll át, de hogy milyen sorrendben? Mert az ötödik ér hamarabb oda, akkor a harmadik viszont ugye átkerül a sor végére. Hát abból milyen botrány szokott lenni? Az kellemetlen. Maga mögöttem volt. Igen, de ez már új kassa. Átálltunk. Igen. Igen, de akkor is, ha átállunk, akkor álljunk át sorba. És megy a hajtépés, és a pénztáros meg ott van, hogy tegye föl az árut, mert már hazamentük volna mindannyian ennyi idő alatt. Igen. Nagyon. Ez is egy nagy ülés. Jó, de ott az első, aki előbb észreveszi. Ott nincs az, hogy a leghátsó áll be legelőször. Azzal én nem értek egyet. Ha te melletted kinyílik egy kassa, és te szemfüles volt, és észrevetted, és akkor sok bamba áll bent, és gondolkodik, és te látod, hogy az egyes mellett kinyílt a kettes, és te átérsz, az a te helyed. Ott nem, nincs. De akkor is, ha öten álltok az egyes, és így van. Te ötödik vagy, és így te állsz előre? Akkor az a tiéd. Hát de nem a harmadik. Ne. Balázs, az a harmadik, tiéd. Nem. A harmadik kell, hát de. Ezt nem adom. 1, 2, 3, 4, 5, így csak, hogy így a hallgatók is értsék. Egyes kasszánál álltok öten. Öten állt. Így van. Kinyit a kettes kassa, akkor a harmadiknak kell átmenni, utána a negyediknek és az ötödiknek. A nagy szart. Ne, nem lehet, az ötödik nem állhat be. Szemfülesek, elmondom, hogy mi történik. Állunk be. Az első négy már beletörődött, hogy itt tölti az egész napját. Én, mint levető ötödik, nézelődök. Kicsit balra, kicsit látom, jön a kasszásnéni, figyelem. Már rajtra kész vagy. Munkát fektetek bele, hogy én figyelem a kasszásnénit, amíg a másik háromot áldogál már lemondva a saját életéről. Kiszúrom, hogy bejön a kettes. Látom, hogy befűzi a pénztárgépet, még mindig sasolom. És amikor felveszi a szemkontaktust, és mondja, hogy tessék jönni, abba a pillanatban ott vagyok. Nem. Ki volt? Nem szabad megugrani. Nagyon gyorsan. A pillanatot kell elcsípni, hogy nagyon lezserül, gyakorlatilag semmiféle plusz energia befektetése nélkül. Úgy toljad át, hogy egy picit olyan legyen, hogy ez neked járt most. De mert hogy a elindult, és én nagyon nagy, nem ott tudni beelőzni, csak annyira kell gyorsítani a lépésedet, mindig előtte van. Ugyanez a reptéren. Reptéren át csekkolsz be, és valaki kinyílik egy kettes pult, és szólja, hogy ide is tessék jönni.
Hát abban a pillanatban. Abban a pillanatban ott vagyok. Persze, ugyanis ott nincs egy ilyen soretikett. Tehát ott, aki először észrevette, ha ott a negyedik, ötödik megy át először, akkor te voltál a szemfüles, te mész át. Ott nem szólsz hátra a mögötted lévőnek, hogy Józsi, nyitva ott a kettes kasza, te vagy az ötödik, menj, vagy az előtted lévőnek nem kopogtatod meg. Hát az már ilyen szamaritánusnak kell lenni. Elnézést, uram, megnyílt ott egy kassa, legyen szíves átmenni, mert ön a negyedik. Igen, és megyek ön után. És utána majd átment a kettes, hármas, négyes. Nem, szóljon már a maga előtt lévőnek is, hogy ő is menjen át, és ha önök átmentek, mehetek én is. Életszerű. Így, így tisztességes. A sorba állás etikettje. Nem, nagyon, nagyon, nagyon. Ez egy harc. Ez egy harc. De legális küzdelem, amit veled csinálnak, az illegális. Úgyhogy ne hagyjon. Ne hagyjon. Igen, mert most akkor én lúzer vagyok. Igen. Ja, jó. Igen. Azt is elmondom, hogy miért. Én hezitáltam volna egy nagyon picit. Tökéletesen jól látod a saját élethelyzetedet. Teljesen jól. Elmondom, miért. Ha egyszer megcsinálják veled, benyeled, oké. Ha kétszer, nem oké. Ötötszörre áll be veléd ugyanaz az arc, és ötötszörre nem szólsz, na az már az. Na az már az. És ő is tudja, hogy az vagy, és ezért áll beléd. Ha hatodszóra is hagyod, akkor meg már nagyon nagy én is így vagy, csak ő. Nézd, ez amit mutatok, ez nem kettes, ez egy elbetű. Nézd, ide teszem a homlokomra. Nem, valahol ha hagyod, akkor egy idő után az vagy, igen. A Moli is azt mondja, hogy igen. Ilyenkor lúzer vagyok, mert én mondjuk, hogy mondjam, hagyjál már, nem kell itt a feltűnés. És aztán... Hagyjál már, hadd álljon belém, hadd menjen, biztos sírt. Akar jönni maga is. Neki. Ezek mind olyan élethelyzetek, amik arra próbálnak megtanítani, hogy vállalt föl kicsit jobban önmagad. Ő egy tükör. Ő azért áll beléd, hogy te élsz ezzel a helyzettel, hogy igenis fölvállalod magad. És ha azt mondod neki, hogy figyelj, én is a sorban állok, utána egy ki tudod húzni magad, és azt mondod, hogy basszus, tök jó, én ezt most megmertem mondani, vagy meg tudtam mondani, hogy tök jó volt. Tehát ők azért jönnek, hogy te gyakorold azt, hogy milyen magadért kiállni. Érted? Tehát hogy ők arra utaznak gyakorlatilag, hogy mindig vannak olyanok, mint én, akik inkább csöndben maradnak, inkább kerülik a konfliktust, bizony. Inkább nem szólnak semmit. Igen, konfliktus csak kerülés. Néha ráforognak, mert vannak olyanok, mint Móni. De tök igaza van. Persze, de akkor is csütörtökön kell. Most egyébként volt egy konkrétan egy ilyen eset, amikor voltunk fent a Balaton felvidéken, és akkor lehetett kocsival is menni egy bizonyos helyre, és akkor kiderült, hogy túlságosan sokan vártak a kocsira, nem fér fel mindenki. Na de jön egy másik kocsi, és akkor megy lovaskocsi, és akkor majd ez elvisz mindenkit. Leszálltunk a kocsiról, de közben odaért három másik ember, akik felszálltak arra a kocsira az újra, ami érkezett, és mi már nem fértünk fel. Akik az sorban előzőről már leszálltunk, tehát már rajta ültünk. És akkor így ott állunk, mint ilyen szerencsétlen, három ilyen lúzer, és akkor persze Muni elkezdett meglehetősen hangosan, vehemensen beszélni. És mondom, ne hagyjad már, nem érdekes. Mindegy, menjenek ki, örüljenek neki. Mert hogy az a három ember persze lesütött szemmel így nézett lefelé, ők már de nem az akartak leszállni a kocsiról. Az nem annyira tiszta igen, helyzet, mert igen. Ők akkor szálltak föl, amikor ti még hezitáltatok, és hogy látál... akartok-e 15-en ülni egy lovaskocsin. Nem, a végére akartunk szállni, de hát nekünk ez kézenfekvő volt, hogy úgy az előzőről mi leszálltunk, tehát mi ott voltunk már gyakorlatilag egy órája, amikor ők így beestek, de ők rögtön persze felszálltak az új lovaskocsira. Amire aztán mi nem fértünk fel. Aha. Mindenki elment, mi ott álltunk hárman. Moni puffogott rettenetesen, tehát ő ki volt készülve tőle, hogy képzelik, és miért nem veszik. És igaza is van, mert nem vették, tehát, van, nem vették észre magukat. Tehát nem úgy szabad hagyni, hogy minden élethelyzetben mindig elnyomjanak. Ott az lett volna fel, hogy ők leszállnak, és azt mondják, hogy oké, persze, felteszik a kezünket, persze, tényleg ti voltatok ki elő, szálljatok föl. Uh-huh. De nem, ők lefele néztek. Ők is kerülték a szemkontaktust, csak elindult a kocsisik, hogy igen. És én akkor egy szorító folytást alkalmazom Mónikám, hogy nem mindig van nálam állt a tőlevedék, és a hátába küldött négyet. És egyébként ennek az a pszichológiája, hogyha te ötször hagyod magad beállni, vagy magad elé beállni, akkor mindig azt hiszed, hogy rá vagy mérges, hogy beállt elé, de közben egyébként önmagadra vagy mérges. És azt mondod, hogy milyen rohadék beállt magad, és még délelőtt is eszedbe jut, még délután is eszedbe jut. De nem is rá vagy már mérges, hanem sokkal inkább tudatalat saját magadra, és azt mondod, hogy a francba miért nem szóltam, a francba megint megcsináltam, a francba megint elnyomott, és nem szóltam semmit. Érted? És elindul egy ilyen rossz önértékelés. Úgyhogy holnap a napi feladat rászólni az előtted lévőre, tesó, én is a sorban állok. Uh-huh. Ennyi. De maradj nyugodtan. Sőt, vendégem vagy egy kapucsinó. Igen. Na jó, még akkor még egy. Igen. Még egy dolog. Öten állnak a sorban, második helyen én vagyok. Jössz, te meglátlak. Igen. És oda jössz mellém. Azt mondod, Szia Balázs. Azt mondja, hát Rebarbara? Nem, retek. Igen. Azt mondja, hogy hozol egy csokor rebarbarát, odaállsz mellém. Igen. És hogy ezt fizessem meg ki én is.
hiszen haver srác. Igen, az nem. Már hogy én csinálok ilyet? Nem, már hogy... tök mindegy, van ilyen. Hogy? Hogy meglátod az ismerőst, nem állsz be hatodiknak a sorba, hanem oda sündöröksz a második nekem mellé. Az nem annyira. És azt mondod, hogy hát fizess meg, csak egy csokit veszek végig kilóra. Nagyon inkorrekt, nem. Nem, én nincs ilyen. Haver, hát most egy izével nincs. Több. Nem. Egy tétel. Soha nem is csinálok ilyet, meg nem, nem is fizetném ki. Persze, nyilván, ha oda jön neki, fizetném, de nem tartom túl korrektnek. Áll egy 6 kilométeres sor, csak két sportszeret, meg egy kiló banán, egy kis kifli, egy hasonszer, egy öblítő, és egy csomagretek. Ja, és van itt még egy szalvéta, illetve egy szájspiré. Jaj, te most jutott eszembe, mi kell még visszarohannék egy fél kiló túróért. Ugye tartja addig a sor? Na jó van, hírezzünk egy picit, lehet jelentkezni játékra. 1-0-ra megyünk, csak mondom. Ha-ha. Császár király. Hoppá, gyerekek, visszaültünk a lóra. Bár jó? Picit hosszú még a hét. Igen. De már arcoskodjunk így az elején, olyan jól esik. Lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Itt vagyunk már is 9 perc múlva, pontosan 7 óra. Hello mindenkinek. 1-0-ra megyünk. Nagyon szépen. 1-0-ra megyünk, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Morning Show. Klassz FM-en. 1-0-ra megyünk? Igen, 1-0-ra. Megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Józsi, hello! Kivel szeretné játszani, Józsi? Hát a Janival. Janival, nagyon jó! Hello, Jani! Józsikám, annyi dolgunk van, hogy indítjuk is az órát, jó? Nem viccelünk. Nem viccelj. Jó vagy a játékban? Kapd el, Jani. Nem érem. Na, megnézzük. 3-2-1 és tessék. Józsi, először játszol velünk? Már voltam egyszer. Voltál? Mikor? Idén? Szerintem egy éve. Egy éve? Igen, egy éve. Itt a vége, itt a vége. 2-0! És ha látnád, hogy mennyire megalázó. Várj, mert a Jani úgy játszott, hogy nem volt rajta a fejhallgató. Tehát nem is vigyelt a játékosra, érted? Ennyi. Csak nyomta. Gyerekek, tessék. Nagyon kell, minden pont nagyon kell. Mondja, Józsi. Á, ne, egy éve. Én azt mondtam. Igen, csak igen. Utána kimondtad az igent. Nem is szóltunk, amikor azt mondtad, hogy á, ne egy éve. Erre mi nem szóltunk egy szót sem. Semmit nem mondtunk. És te magad elkezdtél hezitálni, mi még akkor se szóltunk, és utána igen. Azt mondtad, hogy igen. Józsi. Igen, kimondtad. Tudod, nem mondjuk. De nagyon örülünk, mert nem annak, hogy kimondtad, hanem annak, hogy nyertünk, mert nagyon megtépázott az önbizalmunk, az önbecsülésünk, mindenünk oda. Tehát szörnyű ez az év a játékot nézve ránk. Józsi, nincs ajándékcsomag, sajnáljuk. Rendben van. Köszi a játékot. Hop. Haló. Majd köszönni. Ez az EKG? Lehet, hogy beteg. Jó. Én köszöntem Józsi helyet is. Szia Jani, szia Feri, szia Bali. Sziasztok, hello. 6 perc a pontosan, 7 óra. Hát annyi minden történt a világban, hogy újra meghallgatjuk a híreket. És aztán jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 9 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk. Nem tűntünk el. Nem megyünk sehova. Csak a jövő héten, hétfőn, Debrecenbe. Így van, jövő héten, hétfőn kezdődik a Morning Show nagy országjáró turnéja, és május 12-én Debrecenben vagyunk, ugye, a Dósa Nádor tér és a Csapó utca kereszteződésében, vagy sávjában, vagy találkozásában? Bármelyik jó szó. Mindegyik jó, ott vagyunk. Mindegyiket értik. Tehát egy hét múlva ilyenkor már túl vagyunk a debreceni állomásunkon, sőt, mi több egy hét múlva ilyenkor május 13-án Miskolcon vagyunk. Miskolcon. Mert hogy oda is megyünk. Kedden. Jövő héten. Uh-huh. Aztán ugye jövő hét szerda Székesfehérvár, csütörtök Győr, és a turnét zárjuk majd május 16-án Pécsett. Ugye? Ott nagyon régóta nem voltunk. Nagyon régen, és én nagyon szeretem azt a várost is. Már egyébként nagyjából előre tudom, hogy melyik városban mit fogok megnézni. Vagy a városban, vagy a város környéken. Minden nap lesz poszt. Őrületesen izgalmas az életed. De már így föl van írva egy kis külön füzet, vagy telefonba rögzíted a látnivalókat? Hogy jegyzetelsz? Fejben egyelőre. Viszonylag jó a memóriám.
Ebből mennyi, amit még soha nem láttál? van ne ilyen. Ne csináld. Van ilyen. De nyílt egy új cuki? Van ilyen. Debrecenben? Vagy Pécset mi van? Például van egy adótorony, amin van egy kilátó is. Meglehetősen magasan, hogyha jól emlékszem, akkor olyan 120 méter magasságban. Van egy étterem is, és van egy kilátó rész is. És ott még nem voltam. Fölmegyek oda, megkávézok, körbenézek, és gyakorlatilag úgy láthatom a környéket, ahogy egyébként még soha. Na, ez még nekem eddig kimaradt. Aha. Jó, nem baj, ha nem kísérlek el. Gondolj ránk majd. Mindenképpen. gondolj ránk, hogy valami is ott vagyunk a városban. Majd küldök nektek, és most én már itt vagyok. Ti merre? Itt vagyok fenn. Ti merre? Na, nézzünk a körbe az utakon, hogy mi a helyzet közlekedés terén. Az M3-as Budapesttől Miskolcig tiszta, ezt Dodó küldte nekünk 7 óra után, egyelőre ott nincsen trafi. Viszont Győrzámoly közepén Fehér Szeádból trafiznak, úgyhogy mindenki figyeljen. Lébénynél a határ felé rendőrautó van az M1-esen, egészen pontosan Győr után, ezt At is üzente nekünk, valamint a Rákospatak mellett a Bringa úton trafi sincs, és hatóság sincs, minden hatóságmentes, Gyöngyúk utca 4 fok, Csicsika küldte nekünk. Ez még 3-4-7-kor jött. Belterületén is mérnek, üzente nekünk Robi, és Káló semmiében mérjük a sebességet, Kovács főtörzs. Kovács úr önmaga jelentette saját magát? Hát. Szerinted igen. Aláírás, hogy Kovács főtörzs? Vagy Káló semmiben mérjük a sebességet. Mérjük. Kovács főtörzs. Nagyon rendes. Aha. Szerinted ez igazi? Szerintem tuti, miért ne? Egy tök jó fej. Nem. Ha nem veszi föl például, mondjuk az... Feladta esetleg saját magát? Igen, persze. Feldobta. A Káló semmi. De nem lehet, hogy a kollégája volt Horváth tizedes. Na várjál. Aha, kamu. Nem, vagy szolgálatban ez van. Ez bizonyíték. Ez nem kamu, ez bizonyíték, hogy nem veszi fel a szolgálatban. De a foglaltat kinyomja, az más. Igen. Mellé jut. Igen, Kovács főtörzs. Tényleg? Jó reggelt, Balázs, Morning Show, hello. Nem. Ja nem, na azért, mert mondom, milyen jó fej a szerv, hogy feljelenti saját magát, hogy Káló semmiben mérnek. Tényleg mérnek egyébként? Igen, mérnek a belterületen. A belterületen. De te Kovács főtörzsnek hívod magad, vagy... Nem. Így hívnak. Azért értem úgy, hogy hát akkor bekerülök. És be is. Látod, és már itt is vagy. Mit csinálsz egyébként? Azok. Mit csinálsz? Fuvarozok tápot. Kamionnal. Tápot fuvarozó kamionnal. Azt hittük, hogy egy rendőr följelenti saját magát. Jól van, Kovács főtörzs, vigyázz magadra. Jó? Erőt, egészséget. Szervasz. Eseménymentes szolgálatot. Azt mondják egymásnak egyébként? Eseménymentes szolgálatot? Ez van? Biztos van. Igen, az ilyen szerveknél lesz. Lövésmentes délután? Szirénamentes reggel? Ezt mondhatják? Miért nem valami ilyesmi? Igen, és jegyzők egy gépelésmentes kora estét. Igen. Léci, mondjátok be a fekete-fehér végeredményt, mert lemaradtam róla. Köszi. Gyerek. Uh-huh. Nagyon szívesen tesszük. 2-0. Ez az. 2-0. Mondd még egyszer. 2-0. Nekünk 2-0. Ez nagyon nekik jó. 0, nekünk 2. Olyan szép, nem? Azért ez ízlegesük, uh-huh, pici gyerekek. Hát ilyen régen volt. Már csak egyet kell behúzni, és erre azért van még 3 sanszunk. Tehát ha ezt nem húzzuk be, akkor tényleg megérdemeljük, hogy abba hagyjuk a játékot. Szeretnék kérni egy kis szívességet. Reggel kilopták a kocsimból az akkumulátort. Megkérdeznétek a hallgatókat, hogy hogy lehet ezt meggátolni? Aksi kilopást? Hát add el a kocsidat. Jár tömegközlekedés. Ne legyen autód. Hogy lopják ki a kocsiból? Föl kell feszíteni a motoráztetőt. Az be kell jutni a beltérbe. Aha. Ebbe igazad van. Én még nem látom olyan autót, aminek a motoráztetején lenne az akkumulátor. Hát, hogy lehet ezt meggátolni? Éjszakára be kell vinni. Hova? De csak az aksit, vagy az egész csak autót? Az aksit. De az nem jó, mert attól felfeszíti a motorháztetőt, hiszen ő, amikor ránéz, még nem tudja, hogy van-e benne aksi. Megér ennyit egy aksi? Ha nincs aksid, megér. Aha. Például, ha neked nincs akkumulátorod, és szeretnél... Na, de kocsiból legyen. Hogy lopod el? Hát kocsiból hogy lopod el? Fölfeszíted a motorháztetőt? Sarul, levesz. Kifeszíted a motor, tehát azért azt nem olyan könnyű kinyitni. Hát vagy betöröd az ablakot, bejutsz az utastérbe, fölnyitod, uh-huh, a motorháztetőt. Ja, igen. Csak hogy több kárt okoz. Vagy fölvágod a motorháztetőt egy CSR számmal. Hát vagy aláfekszel. Aláfekszel és kiflexeled alulról az aksi tartó részt. Na jó, hát akárhogy segítünk, ebben nem tudunk tanácsot adni. Tehát az autón belül már nem tudod úgy rögzíteni az aksit, hogy ne vigyék el. Uh-huh. Azt tudod, hogy te kiszereled az aksit,
és az aksit viszed föl magaddal. Igen, csak akkor is feltörik a kocsit, mert az nem látszik kívülről, hogy nincs benne. Nyitva hagyod a motoráztatót. Úgy már igen, mert ugye az egész motort ellopják. Nyitva hagyod a motoráztatót, és csinálsz, hogy nincs benne az aksi. Nem? Ezt nem tudjuk megoldani. Jó, csak volt bennem egy ilyen szándék, hogy segítsek. Na, hát elkapott egy ilyen romantikus érzés, hogy szeretnék egy kicsit segíteni. A legokosabb tényleg, amit tudok mondani, hogy be kell vinni éjszakára, de hogy ez meg nem életszerű, tudod? Tehát, hogy reggel úgy nem megy nagyon munkába az ember, hogy beszerelem az aksit. Az úgy nem. Tudod? Hát régen csináltam, amikor kis baszki volt, minden esetben kiszeded az aksit, télen fölviszed, töltőre rakod, hajnalban lecipeled, visszaszereled. Hozzám melengeted egész éjszaka. ez volt, az, akinek kis baszkia volt, az tudja. Télen aksi kiszerel. Vitted fel az aksit a lakásba. Volt egy kék színű aksi töltőd, pozitív töltés, negatív töltés, rájelezte, hogy hány volttal tölti, föltöltötted az aksidat, öntöttél rá egy kis desztillált vizet a cellákba, ezt visszaraktad csavarhúzóval, és aztán visszaszerelted az aksit. És ezt játszottad hónapokon keresztül. Jó kis aksi lehetett az is. Izmos erős. És képzeld, hogy nem nagy a kocsi. Gondolj, kicsit nagyobb autóval véged van. Nem, hát ott még ugye a modernebb kis passzikikban generátor volt, de volt, ami még azt hiszem talán dinamós volt. Nem áll. De. A jobb első keréknél a régebbi kispolckik azok dinamósak voltak. Valahogy a dinamót töltött, és az újabbak lettek már csak generátorosak. Aha. És akkor a dinamód elhagyta magát, hogy a generátorod rossz volt, nem töltötte az aksit. És ezért neked minden nap ki kellett szedned az aksit, és föltöltött. És akkor reggel beindítottad reggel a kocsit, visszaszeretted az aksit. Leállítani. Tessék? Hát csak este merted leállítani. Napközben nem merült le valami, mert este, legalábbis az enyém este hagyta meg már. De este megint kiszerelted az aksit. Elől a csomagtartóban volt az aksi. És akkor azt szépen ki kellett szerelni, és visszavitted, fölvitted, föltöltötted. Olyan volt, hogy például azért álltál meg egy emelkedő éjszaka, ami mondjuk nem is esett olyan közel a lakóhelyethez, vagy a tartózkodási helyethez, hogy reggel biztos, hogy be tudjál indulni az autóval? Persze, általában szerettem lejtőn megállni. Hogyne? Az nagyon fontos volt, vagy legalábbis ne emelkedőn. Tehát akik ott laktak, ahol én, azok sűrűn látták, hogy 97 környékén egy csávó fut egy kis polckival, tolja, és amikor eléggé fölgyorsult a kis autót, akkor beugrasz, kuplung, kettesbe rakod, és fölrántod a kuplungot. És meghallod azt a hangot, amit hallani akarsz. Ajtó becsuk, és elindulsz. És megvagy. Tehát azt simán be tudtad egyedül tolni. Trabit, kis polckit rengetegen toltak egyedül. Te is toltál egyedül autót? Persze, persze. Még az 1-2-es ladát is be lehetett, ha jó helyen álltál meg. Nem, ha kicsi lejtő. Kis lejtő. Meglök. Néz. Aztán eszébe jut, hogy ott kéne lenni a volánnál. Igen. Mikor toltál utoljára, Feri? Tegnap. Tényleg ott a 13. kerületben álltok, van lejtőm? Micsoda, direkt úgy. Mindig úgy állsz meg? Nem, megdönti az utat, Feri. Külön alányul, tábla is van felszakítja. Már, külön tábla van, hogy alfások. És akkor azt tudod, hogy oda kell beállni. Igen, ott mindig lejtőre, egy kicsi lejtő van, éppen meggurultok. Na. Egy életmód tanácsadó egy nagyon érdekes ötlettel állt elő. De jó! És várjál, még nem hallott, hogy mi az ötlet. De jó egyébként a dolog. Internetes naplót vezet ez a szakember, és 30 évesen ő számvetést tartott, hogy milyen tanácsokat adott 10 évvel korábbi önmagának. Ezután megkérte 40 éves olvasóit, hogy írják meg, hogy ők mit tanácsolnának 30 éves önmaguknak. Aha. És ez egy érdekes dolog, hogyha mi mondjuk most tanácsot adhatnánk saját magunknak, akkor milyen tanácsot adnánk? Tehát mit mondanánk a 20 éves önmagunknak, mit mondanánk a 30 éves önmagatoknak, vagy ti mennyi, ti már a 40 éves önmagatoknak. Sőt, mi már előre is a 70-nek. Ti közelebb vagytok már az 50-hez, mint a 40-hez? Nem, ugye? Hogy lennénk. Jó, akkor ti adjatok tanácsot, mint a 35 éves önmagatoknak. Aha. Jó? A 35 éves önmagatoknak. A Pali egyébként érdekes dolgokat szedett össze, hogy a 40-esek mit tanácsoltak 30-as önmaguknak. Azt írták az olvasók, akiket kért, az egyes pont a kezdj el takarékoskodni. Ezt kellett tanácsolni 40 évesen, 30 éves önmagadnak. Kell. 30 évesen ki az, aki takarékoskodik? Hát Janinak nem kell, mert ő gyűjtőpontjai 18-es kora óta. Te takarékbélyegeim óta takarékoskodom. Igen, te ezt elkezdted. 6 évesen az első még megvan. Te már az anyamékben félretettél mindig egy falatot. Tehát ez kezdj el takarékoskodni. Kell, szerintem kell. Igen? Aha. Semmi nem drága 35 évesen. Tehát azt mondod, hogy ha megvan rá a pénz, akkor még pont úgy vagy vele, hogy még úgy is belefér, nem, mert majd 40 éves korunkban majd teszünk el, és aztán 40 évesen rájössz, hogy akárhogy is teszegetsz el, akkor abból nem sok lesz 60 éves korodig. Úgyhogy kell. Szerintem ez egy jó pont. Kérd most, hogy olvasom, csupa hülyeséget szedett össze. Már hogy ennél sokkal jobbakat tudnék mondani. Aha. De mindjárt átnézzük, hogy mi magunknak, meg az olvasók, vagy a hallgatók önmaguknak mit tanácsolnak. Ilyeneket szedett össze, hogy szabadulj meg a rossz akaróitól. Hát ez egy baromság nyilván. Ja.
De ez is mit jelent egyébként? Nyírt ki az összeset, csinált ki őket. Mi az, hogy szabadulj meg, a rossz akarok mindig vannak, nem? Azoktól nem tudsz megszabadulni. Nyilván azok, akik így rátapadnak, és negatív energiától, igen. Légy nyitott, és nevet túl komolyan önmagad. Fúj, de gyűlölöm az ilyeneket. Ez a semmit fúj, mondom, utálom az ilyeneket. Sorra, de nem is igen, mondok. Igen. Na jó, mondok még egy nagyon durvát. Mit tanácsolt magának, a 30-es önmagának 40-esen? Vagy mit szedett össze az olvasóktól? Szeresd, és tiszteld önmagad. Jó ide, jó. Szeresd és tiszteld önmagad. Ez a úttörők 12 pontja? Nem, ez vagy a megkeseredettek 12 pontja. Na jó, oké, tegyük ezt félre. Nem tanácsolunk magunknak semmit, már hogy rajta keresztül. Tessék, 40 évesek vagytok, ki mit mond önmagának? 30 évesen. Uh-huh. Az 10 évvel ezelőtt volt. Jó, de lehet 30 évesen magad a 20 évesnek. Aha. Jó. Nem, a 40 mondja a 30. 40 mondja a 30-nak? Igen, az mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. Az, hogy 2012-ben volt 4 olyan este, amikor nem bulisztunk, ne hagyd ki lehetőzzel. Ja, igen. Volt 4 józan este. Ne hagyd, hogy elmenjen melletted az élet. Igen, ne hagyd, hogy elhussanjon. Ez jó tanács, nem? Na várj, mondjuk 10 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, mennyi? 35? 34, igen. Hát én jobban örülnék neki, hogyha mondjuk 20 évvel ezelőtt én magamnak kellene mondani, mert annak sokkal több jó tanácsot tudnék mondani. Igen. Ne félj a puncitól. Így van. Rövid az élet, hosszú a sír, mindenki szúrjon, amennyit bír. Ne félj tőle, nem harap. Így van. Ne izgulj, nem bánt. Így van, nem rázza meg a nyelved. Ne izgulj, nem bánt. Bármennyire durván néz ki, bármennyire durván, ne izgulj, nem akkor harap. Akkor azért már voltam látva bőséggel. A 20 évvel ezelőtt én magadat mondtad? A 20 évvel? Igen. Hát, bocsáss meg. 20 évvel ezelőtt én magad, az 45, 30, 20, hát akkor beállt, micsoda. Akkor már túl volt kaszanova voltál, már olyan voltam, mint egy daráló, egy csépadaró. Nem akarok nagyobb büszkélkedni, de ráadásul nem is a hagyományos végén közelítettem meg a dolgot. Ó, azt nem akarok jóval. Igen? Átfáradtál a másik szalomba. Az idő, azt mondja, hogy 7-26, na hát akkor bele is kezdenék az elsőbe, ami meglehetősen szaftosra sikerült. Jó, tessék. Mit tanácsolnátok még önmagadoknak? Vagy mit mondhatnánk még önmagunknak? Tíz évvel ezelőtti önmagadnak. Uh-huh. Hát 10 évvel ezelőtt a lakosság belesodródott egy olyan dologba, amit hát most tudnánk tanácsolni 10 évvel ezelőtti önmagunknak. 6 millióval, főhitel. Így van, 6 millióval, 8 millióval boldogabb ember lenne, az pedig az, amit mondaná, hogy ne vegyél föl devizahitelt. Nem így van? Há, igen. Nem igen, ezt mondanád igen. A 10 évvel ezelőtti önmagadnak? Feri, ne vegyél föl devizahitelt. Ferko, hop-hop, Ferko. A három betűsbe. Ha bemész a bankba, ott majd rávesznek arra, hogy vegyél föl devizaidet, illetve nem mondják el átrányait. Tehát a lakosság 90%-a ez biztos, hogy üzenné magának, nem? Ne vegyél föl devizaidet. Ez egy jó üzenet, ezt tolmácsolhatjuk a 26 éves Janinak, vagy a 32 éves Rákóczi Ferinek. Így van. Vagy Balikának, de Bali nem vett föl, de forint hitelt vett föl. Az is jó döntés, az a baj. Az egy fokkal jobb. 32 éves Feri mit mondana erre? 32 éves Feri? Majd én tudom, kisapa, nekem te ne ugass el a 32 éves Feri, azt mondja, gyere, ígyunk egy sört, de hülye én vagyok. De milyen te? Ki vagy te? De én vagyok, nem ismersz meg. De miért nem ismersz meg? Én vagyok én, de ki vagy te? Figyelj, én például nagyon felát mondok, csak márka szervizbe vidd az autót. Komolyan mondom, abban az időszakban... 45 éves Jani, üzenetes 35 éves önmagának. Jani, találkoznál önmagaddal 10 éve fiatalabbkorban, és azt mondanám, csak márka szervizbe vidd az autót. Hogy hagyd a súfni tuningot, ide, Jani. Tényleg basszus, az összes autószerelő, akihez vittük. Hát nekem akkor az autó... a márka szervizekről van nagyon rossz véleményem. Hát ez az, ezért mondom azt, hogy tök furcsa az, amit mondani fogok, mert hogy egyébként hogy az általános vélekedés az nem feltétlenül ez, hogy bár mondjuk nekem nincsenek ilyen rossz tapasztalatai márka szervizekkel kapcsolatban, de akkor autószerelőkkel kapcsolatban csak rossz tapasztalatom. Mindegyik levet minket, mindegyik átvert. De akkor miért nem azt mondta, hogy ne vegyél autót? Az autót. Vagy akkor inkább járjatok tovább, hogy gyalog. Hát vagy válogasd meg az autószerelőbe. A márka szerviz. Az mindegyik olyan kedves volt, olyan szimpatikus, annyira el tudta adni magát. Na miért most nem akarom félrevinni a témát, hogy elkezdünk a szerviz kontra márka szervizről beszélni. 10 évvel ezelőtti önmagaddal találkozhatnál. Szembe jönne a 33 éves Jani. Kis kapucniba elmenne egy kis sóskiflét enni a Lőrincen, valaki beállna elé a sorba, már akkor se szólna. Mondjuk te beállnál önmagad elé. Igen. És hátrafordulnál, és ott lenne a lehetőség, hogy 10 évvel ezelőtti önmagadnak üzenj valamit. És haszád, János, ne vidd az autót szervizbe. Igen. Csak márka szervizbe. Nem, konkrétabb lennék. Kérdés, hogy ki mondta, ki volt ez a... Ez a bolond ember, aki idejött és azt mondta. Gyereket, te ugye nem tudnád, hogy te önmagaddal találkoztál. Jani, figyelj, csak elnézést, de te ki vagy, az életben nem találkoztam. Figyelj, nem ez a lényeg, nem ismersz, meg én picit megöregettem, azóta a hajam is kevesebb, de figyelj, a lényeg az, hogy
60 rugót ne? Ne fizessé már ki egy karburátor cseréjért, érted? Egy eszkortról van szó. Hát a kocsi kevesebben van, mint az a rohadt karburátor csere, és egyébként ez nem egy hatos, hanem egy kettes, de ez bele fogja rakni az a csáva az egy hatosba valót, érted? És egy lomfűrésszel fogja kitágítani neki a megfelelő nyílásokat, és 60 rugótokba fog kerülni. De az emberek egy csomó mindenen szoronganak, egy csomó mindentől félnek, hogy mi lesz velük öregkorukra, hogy jó-e az, amit csinálnak, hogy mit tudom én, hogy aggódnak a szeretteik miatt, hogy ne aggódj, minden rendben lesz, hogy lesz munkád, ne aggódj az egzisztenciámat, és te azt üzenéd, hogy ne vidd az autót szervizbe, hanem márka szervizbe. Hát ez is az egzisztenciája. Hát elszórt 60 ezeret, hát az most tudod, mennyit érne? A márka szervező meg 180, én megcsinálták. A márka szervező meg 231 csinálták. Akkor megragasztott minket egyébként. Hát világos. Na jó, de a márka szervező ezt ki sem bírta volna akkor fizetni. Hát, vagy már az a márkával nem foglalkoztam volna, amit mi vásároltunk, akkor nagyon-nagyon. Hát olcson, de olyan is volt. Olcsósnak híg a leve alapon, akkor minket mindenki átvert. Most komolyan. De mondjuk valószínűleg a fejünkre volt írva, ilyen láthatatlan betűk, hogy lúzer. Tudták, hogy úgyse szólsz. Mondták, hogy gyerekek, cseréljük ki, úgyse szólnál. Na jó, azt mondja, hogy 26 éves önmagamnak. Ha, mit mondanál? Akkor kezdtem el, nem, akkor már bőven eltéleztem. 10 éve? Igen. Ne izgulj, Bali. Aha. Úgyis kiütöd leszel a vágót. Most még félsz tőle. De ne félj, nem sokára kiütöd. Akkor volt még Balázsó? Mikor voltam 26 éves? 10 évvel ezelőtt. Milyen évet írtunk? 2004. Akkor kezdtem. Jó, 2003-ban kezdtem. Ne aggódj, Balázs, lesz ebből tovább lépés. Aha. Nem leszel Mónika. Jó így, ahogy van, csak ne nézd majd később vissza. Micsoda? Az történelem. Az 5 év, az történelem. A televi, az még egy szabad világ volt, amikor pórázon sétáltak délután 4 órakor emberek egy biliárd golyóval a szájukban. Ilyet ma már nem látsz kereskedelmi tévében. Az... Ismétlik azt hiddel. Gyerekek, az egy szabadabb világ volt akkor. Még meg lehetett csinálni olyan dolgokat, amit ma már nem lehet megcsinálni. Én arra büszke vagyok, én azt szerettem csinálni. De tényleg például én akkor nagyon féltem attól, hogy én abba beleragadok. Tehát, hogy az lesz, mint Mónika, hogy jövök és mondom, hogy üdvözlöm önöket, ez a 4626. Mónika, 6026. Barát, és soha többet nem fogok előrelépni. És már minden. És ezen akkor nagyon sokat szorongtam, gondolkoztam, izgultam, hogy de jó lenne egyszer majd, azért nyilván valami más, hogy ne ragadjak bele ebbe a szerepbe. És aztán minden egyes felvétel előtt már le kellett masszíroztatni az arcodat, hogy tudjad hozni az együttérző arc kifejezést adás közben 823-szor. Fölvettünk összesen 1200-at belőle? 1200. Jézus. Jó, de a Móni ebbe a csúcsartó 3000 valamennyivel. És milyen jó volt mindegyik. Micsoda? Tehát megüzenném önmagamnak, hogy ugye nagyon sok ember szorong attól, hogy mi lesz 5 év múlva, 10 év múlva, lesz-e munkája, kelleni fog-e még, fog-e annyit keresni, amennyit szeretne, nem? Nyilván az ember ezt megüzenhetné magának, hogy ne aggódj, minden rendben lesz. Ez szerintem nagyon sokan szorongan. A mostani életed rendben van, akkor tehát a mostani életed rendben van, megüzened a 10 évvel ezelőtt magad, hogy ne aggódj a jövőn, fölösleges időt veszel el magadtól, ha a jövőben élsz, és azon aggódsz, hogy mi lesz 10 év múlva, minden rendben lesz, próbálja jelenre koncentrálni. De nagyon sok ember nem a jelenben él, mert mindig rágódik a múlton, vagy aggódik a jövőben. És nem akarnád jobbá tenni a mostani életedet azzal, hogy visszaszaladsz? Nem. Most azt mondod, hogy visszamész 10 évet, akkor azt mondod, hogy nyugi, Bali, minden rendben lesz. Nyugi, Bali, igen, ne izgulj, de nem mondanád azt, hogy valamit csinálj másképp, hogy még jobb legyen? Uh-huh. Hogy mondjuk jár sűrűbben teniszedzésre, hogy hát ha Rozséval lesz nincs valami. Nincs már hova, az a baj, nincs már hova. Jézus, ne jó neked. Mert ilyeneket nem mondanék, nem. Én a negatív dolgokat törölném, mert nem koncentrálnék arra, hogy mi lenne még az, ami pozitív lenne. Csak arra, hogy a negatív az ne vegye el tőled az életteret. Tehát ott állnál a pálya szélén is. Erőltesd a fonákot! Több fonák kereszt, igen. Hát igen. Én mondjuk azt üzenem, hogy ne sietesd el nagyon azt az első együttlétet a gyerekkel. Ráérsz majd 5 éves korában elvinni sétál. De hogy mi is oda, hogy ez ha, mert én amikor először elvittem a virágot sétálni, annak az lett a következménye, hogy lefejelt egy vas csövet. Ezt mesélted, igen. És lett egy horpadás homlokában, ami mind a mai napig ott égtelenkedik a homlokán. Igen. Az volt az első közös sétálásunk. Ráért volna még az. Na, például én ezt is megüzenném magamnak, hogy ettől ne félj, maga a gyerekvállalás, meg az esküvő, meg a házasság. Nem ettől félek, Mónitó. Hogy mi lesz a következmény? Hogy szerintem ez például nagyon sok pasiban okoz egyfajta frusztrációt, hogy úristen, mi lesz vég az életednek, házasság, bekötik a fejed, Jézusom, az egy más világ már. És közben rájössz, hogy dehogy is, valami tök más indul el, kiteljesed, családod lesz, gyereket nevelsz, és ez egész nagyon klassz. De amikor nem vagy benne, és nem tudod, akkor úgy gondolod, hogy úristen,
ez mennyire félelmetes, mint egy ilyen árnyék, így jön az esküvő, jön a gyerek, nem? És azt gondolod, hogy mindennek vége. És közöd, és tök jó. És jó, egy kicsit igen. Na jó, egy kicsit igen. Na jó, tényleg, oké. Okay. Jó, Bali, ne izgulj annyira. Nem olyan könnyű, de nem annyira rossz, mint amennyire félsz. Van jó oldala vaj, is. Van nagyon sok szép jó oldala is. Nem kell tőle annyira félni. Nem? Tehát ezeket az ember simán megüzelhetné magának. De szeretem a szakszervizet is, az is nagy. Hát a fiát, ezek én ilyen praktikus dolgokat. Tök jó, hogy érted, hogy mit remélem, forgass több home videót. Van! Igen, legalább legyen mire visszagondolni. Ha persze, igen. Legyen mit visszanézni. Igen. Csak a Balázsról, hogy milyen szép idők voltak. Meséltem arról, hogy akkor lenyomott engem Charlie a majom. Igen. Ezt üzenét nyírt ki a majmot. Hogy akkor meg lehetett csinálni egy elköszönésbe kereskedelmi televízióba, hogy ma már nem lehet, hogy üdvözlöm önöket, levonjuk a tanulságot, ez volt a Balázs, holnap találkozunk, és légy szíves, kérem önöket, hogy ne nézzék a majmot. Ezt mondtál, ez volt egy elköszönés. Hát ez tök hát jó. Nem egy szabad a világ volt az tévézés szempontjából. És kérném szépen önöket, legyenek szívesek, ne nézzék a majmot, mert akkor már nagyon megvert minket a majom. Ez már vége felé volt, amikor leáldozó volt a Balázs, Charlie a majom, 26%, mi 12. És kérem önöket, ne nézzék a majmot. Viszontlátásra. Tök őszinte, tök szabad emberi. Világ volt. Nem. Bizony. Na jó, megkérdezzük hallgatóinkat, jó? Drága Morning Show hallgatók, írjátok meg. Mindenki, amennyi idős, ahhoz képest vonjon le 10 évet, és képzelj el azt a szituációt, hogy találkozik 10 évvel ezelőtti önmagával. Egy sorban, egy közérben, mellé áll az autón. Mondhat neki egy mondatot, vagy üzenhet valamit. A devizahiteltől kezdve, az aggódáson, a szorongáson keresztül, bármit. Mi lenne az? Jó? Nézzük meg akkor. Végezzünk egy ilyen kis... De bármit. Szociológiai bármit kutatás. Írható. Bármit. Igen. Erőltesd a... Ja, jaj. Fél nyolckor. Igen. Majdnem kimondta. Jó, de annyit küldtetek, hogy még több ginzeng. Még több ginzeng. Igen. Próbáld ki a reaktorba. Így van. Ezt a kicsik nem értik. Így van. Legyél bátor, legyél bátor. Ne hagyd lebeszélni magad. Ne hagyd lebeszélni magad. Ugyanolyan jó. Nem túl szűk, te vagy gyáva. Csak rébuszokban, hogy a kicsik ért, ne értsék. Fél nyolc múlt, 3 perccel, SMS számunk változatlan, 06. 70! 645 00 00, jövünk a hírek után. 3:48 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon érdekes SMS-ek jönnek, ez nagyon jó ez a téma egyébként. Nyilván hallgatóink egy része elökörködi a dolgot, de ez abszolút megszokott. Mi is sokszor szoktunk egy-egy témát így megközelíteni. De vannak, akik komolyan veszik, és ez nagyon jó, mert nagyon megható, már-már kis szentimentális üzenetek érkeznek. De nagyon klassz. Ugye a téma, amiről beszélgettünk itt a hírek előtt, az volt, hogy egy életmű tanácsadó összeszedte azokat a tanácsokat, amiket a 10 évvel korábbi önmagának adott volna, és arra kérte olvasóit, hallgatóit, hogy szintén küldjék el azokat, hogy mit tanácsolnának 10 évvel korábbi önmaguknak. És... Hát ő csupa hülyeséget bezzeg. Igen, mi? És tök hülyeségeket írt, semmit, mert szeresd önmagad, ami egyébként nyilván fontos, meg hogy tégy a kapcsolataidért, ne, hogy egyedül maradj. Nyilván közhelyszerű, közben sokszor a legnagyobb közhelyben van a legnagyobb igazság, ez így van, de hogy törődj a szereteiddel, legyen az, akire számíthat, ez rendben van, nyilván szerintem azért erre a legtöbb ember törekedik. De mi ennél kicsit konkrétabb tanácsokra gondoltunk, és arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak üzeneteket, hogy mit üzennének 10 évvel ezelőtti önmaguknak, ha mondjuk találkoznának, vagy sorban állnának egymással. Hát válogatva az SMS-ekből, mert hogy rengeteg jött. 1-2. Azt mondja, hogy azt üzenném a 10 évvel korábbi önmagamnak, dobd el a cigit, vagy eltöröm mind a két kezed, büdös kölyök. Így a Gergő. Én azt üzenném, ne tolj be az élettől, csinálj meg mindent, amit elterveztél, ne hagyd abba a sportot, hagyd ott azt a gyökeret, szeresd magad, menj többet bulizni, és menj külföldre tanulni. Írja egy hallgató, aki nem írta rá. Tök jó egyébként. Igen. 10 évvel ezelőtti önmagamnak 26 évesen üzenném. Próbálj meg lefogyni, és ne hagyd abba a labdarúgást, ne szalaszd el a lehetőségeket a boldogsághoz. Hogy mennyi minden van, amit elszalasztottál, és most hiányzik, nem? Nagyon érdekes. 30 éves voltam, lombik programot kezdtünk a férjemmel, több sikertelen beültetéstől elkeseredettek voltunk évekig. Most 40 évesen megsúgnám 10 évvel korábbi önmagamnak, hogy nyugi, lesz két gyönyörű fiad. Aha. Ez is milyen jó, nem? Hogy az ember tényleg el tudná mondani, hogy ne izgulj, rendben lesz minden. Aztán egy másik megközelítés. Fényképezd le az asszonyt. 10 év múlva rohadt szarul fog kinézni. Micsoda spirituális magasság, micsoda mélység. Vej Mariannárok, egy hihetetlen. Osó a kanyarban nincsen, menihez képest. Nagyon jó. Hát ő ezt üzenné saját magának. Nincs ezzel baj. 10 évvel ezelőtti önmagamnak üzenhetném, már mindegy, elcseszted. Írja egy másik hallgató.
Üzeném 24 éves önmagamnak, 26 évesen ne költöz fel Budapestre, mert itt se leszel boldogabb, maradj otthon. Egy útkereső, aki nem találta meg a boldogságát Budapesten. Nyugodtan csald meg a barátnőd, ez már egy másik SMS, ne hagyd ki a kolis csajokat, mert nem ő az igazi. Úgy is meg fogod csalni, és pornós lesz belőle. Írja Karesz. Egy komplet. De neked üzeni, vagy ez? Nem, nekem. Mert a Karesz írta, hogy ugye a barátnőből pornós lett. Mi a művész neve, írd meg? Azért rákeresünk. Jani biztos ismeri. Fülébe sugnám a 17 éves önmagamnak. Szexelj valakivel, mert csak egy fickód lesz életed végéig. Ugye? Hogy itt is az elszalasztott lehetőségek. Aztán egy komolyabb. Vállalj nyugodtan még egy gyereket, mert a fiad meggyógyul. Ne izgulj, vágj bele, mert nagyon szeretne majd egy kis testvért. Mire rájössz, már öreg leszel, még egy gyereket vállal. Írja egy hallgató. Milyen szép üzenet egyébként. Igen. Az én üzenetem csak annyi lenne. Az életed párját a legjobb haverod döngeti már egy éve. Zoli. Hát legalább családban marad. Most bocsánat, de nézzük hát a jó oldalát. Ha már egy vadidegen, nem? Igen, kellemetlenem. Sokkal könnyebben át tudjátok dumálni. Igen. Az kemény, igen. Aztán Ancsa üzeni saját magának, mert boldog lenni, és lép ki a házasságodból. Ez is milyen érdekes üzenet, ugye? Hogy hányan üzenhetnék ezt saját maguknak, hogy nem működik, nem ismerik be, félnek új életet kezdeni, belesüllyednek abba, közben pedig csak egy nagy levegőt kéne venni. Egy évig rossz lenne, de utána kinyílna újra az élet, és inkább benne maradnak valami rosszba, hazudva önmaguknak, hogy nem is annyira rossz. Hát igen, csak 10 évvel ezelőtt, ha szólsz, 10 évvel ezelőtti önmagadnak, akkor lehet, hogy az önmagad azt fogja mondani, hogy hagyjál már, minden rendben van. Tehát, hogy ezek a visszafelé hát szólások, nehéz, ugye? Persze, hogy ha valaki üzen neked, hogy persze, nyugodj meg, minden rendben lesz, lehet, hogy nem teszel meg annyi mindent, hogy meg akkor hogy oda érzed, hogy most az igaz. Azért elég sokszor mondjuk ezt a mondatot, hogy de jó lett volna, ha akkor áthallgatok. Igen, érdekes üzenetek. Tehát ezek. Akkor nem tudhatod, hogy az a jó döntés. Valaki csak annyit üzennek. Ne félj a tetteid következményeitől. Neveld fel őket. De szép, nagyon szép. Mennyi van? Aztán egy újabb, komolyabb SMS. Ne fizess a nyelvvizsgáért, írj egy hallgató, mert lebuksz, felfüggesztetet kapsz, elveszik a diplomádat és kirúgnak. Fontos találkozás lett volna önmagaddal. Az nem? Biztos. Hogy tudjál üzenni 10 évvel korábbi önmagadnak, igen. Jutka, légy erős, és csináld ki a férjed. Ne sajnáld, ne félj, mert egy gyökér lesz veled. Milyen érdekes SMS-ek, nem? Ott azért föltorlódott egy-két dolog az elmúlt 10 év alatt. Gábor, bírd ki az első vécig. Nem jó érzés befosni az utcán. Festői, gyerekek. Komolyan mondom, nem? Micsoda, micsoda vécség. Ne akard mindenáron kapcsolatban élni egy olyan emberrel, aki nem érdemel meg téged. Merj élni, merj váltani, ne légy bólogató kutya, ma vagyok 33, és ma már ezek szerint élek, írja Judit, aki 23 éves önmagának üzente volna ezt. Azt mondanám, ne zabálj, akkor 104 kiló voltam és izmos, most 120 kiló vagyok, és nagyon kövér. Sose felejtsd azokat a csülköket, amiket legyűrtél az elmúlt 10 évben. Igen, de jó, az is jó, igen. De látod, ez milyen érdekes, hogy te ezt vajon érte, hogy most ne az legyen? Vagy csak egy ilyen kis félsopán volt, hogy milyen jó volt 100 Ez egy érdekes, igen. Szedd össze magad. Válj el azonnal, ne várj, úgyis elfogsz. Ugye? Aha. Ez is szép SMS. Ne gyere haza az Egyesült Államokból, írja valaki. A 13 éves önmagamnak csak ennyit mondanék. Ne vigyél házi pálinkát az iskola buliba, mert nagyon rossz vége lesz. Ne hagyd, hogy anya megetesse veled a brokkolit. Küzd tovább. Bence voltam 17 éves. Gyerek, 7 évesen muszáj volt megenni. Csak annyit üzenék. 17-99 Krisztián. Szóval, ha ilyen SMS-ek jönnek. Nagyon, nagyon jó. Klassz, nem? Jó, és tényleg tudom, milyen jó benne, hogy mindenki, vagy nagyon sok olyan SMS van, ami ilyen lelki sztori, és kevesen, hogy vagy azt is írják, sokan írják, hogy? Küld el a lottószámokat. Hát ez 5 percig jött, igen, adod a sportalmanak, hogy megküld el a lottószámot, de vannak ilyenek is, amik azért egy kicsit mélyebbek. Annyit üzennék magamnak, hogy nem mindenki akar hazajönni, akit haza akarsz hozni, Trütko. Ne csalj áfát, mert sokat fogsz érte kapni. Írja Sanya. Szép üzenet ez is. Mert lefújni az esküvőt, nem ő az igazi. Judit 34. Gyerekek, ezek nagyon klassz dolgok. Hát igen, ugyanakkor viszont azért valljuk őszintén, tényleg nagyon fontos személyiségformáló ereje van az ilyen csalódásoknak, nagyon rossz kell. Tapasztalatoknak, meg ezeknek a dolgoknak. Tehát nem azok lennénk, akik vagyunk, hogyha nem lennének negatív tapasztalataink is az életben. Kell, abszolút, igen. Na jól van.
ne segíts Balázsnak a gépírás órán, mert ő lesz a sztár, nem te. De szép! Hogy hívják az életőt? De kár, hogy nem írt alá. Valószínűleg egyetemre együtt jártunk. Ne segíts Balázsnak. Így van. Ő lesz sztár. Bárki volt-e drága vagy imádnak, köszönöm. Valaki tényleg segített nekem. Fiúk, lányok, nagyon hülye voltam hozzá. Kéri pénzt a diplomájáért. Ne hagyd, hogy azt mondja, majd meghálálom. Csak pénzért másod le a diplomáját. Ne hagyd, hogy igen, egy ajándékcsomaggal kiszúrja a szemet. Óven bácsival és Berunével játsszuk már is. Óven bácsi és Berunél. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Valaki nagyon anyagias, nagyon szép, vegyél svájci frankot. Tökéletes. Igen, nem? Igen, tökéletes. Rendben van. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, Vera! Szia! Vera, honnan hívsz minket? Ajkáró. Hallottad a témánkat? Igen, hallottam. Na, te mit üzennél magadnak, Vera, vagy mit mondanál 10 évvel ezelőtt önmagadnak? 10 évvel, hát annyit mondanék, hogy már mindegy, már elcseszted, mert akkor már 3 éve férnél voltam. Jajjaj. És még most is tart? Nem, 3 éve vége. Ja, 3 éve vége. Aha, tehát 10 évvel ezelőtt jön magadnak, azt mondtad, hogy tarts ki. Azt is mondtad, hogy tarts ki, már csak ennyi. De 3 éves... Igaz. Ugye, inkább ezt kéne üzenni. 3 éves házasként te még boldog voltál? Tehát jól érezted meg akkor magad a bőrödben? Akkor még igen. Na ez az. Ugye, hogy akkor szembe jössz önmagaddal és üzensz magadnak, hogy ez nem lesz jó, nem biztos, hogy elhiszed. Jó, hát ez hát... igen. Érdekes kis időcsavar. Vera, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Berun néni, figyelj. Oké. Okay. Ó, a múltjuk filmjét nézni. Mit kell volna másképp csinálni? A luk előtti időkről néznek egy filmet. Vera, úgy hallott, hogy Varodában vannak, mert hogy te Varodában dolgozol, ugye? Igen, igen. Inkább egy ilyen régi diavetítő ez, hogy filmvetítő, amit néznek. Na, figyeljetek, mutatjuk, mit énekelnek. Karamell? Igen! Karamell! Oh. Vera, megvan az ajándékcsomag. Köszi szépen. Milyen kis szomorú szám ez. Egyedül játszottál, vagy többen voltatok? Nem, itt volt velem az Ádám, a Renátó és a Zsuzsika. Jó van. Küldjünk akkor neked, vagy küldjük az ajándékcsomagot nektek, okay, jó? Oké, köszi, köszi. Ciao. Szia. Hello, hello. Stop. Igen. Na, ügyesek voltak, de nem is volt nehéz. Egyébként. 5 perc van pontosan, 8 óra, a hírek után itt vagyunk mi is. 8 óra múlt 11 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánok, drága hallgatók, itt vagyunk, most már nincs annyira hűvös, kora reggel még 3-4 fok volt, 5 is, talán egy-két helyen, de legalábbis itt Budapesten szépen süt a nap, azt mondják, hogy mindenhol ez várható, sőt, mi több, folyamatosan melegszik az idő, hétvégére már 22-23 fokot mondanak, ami azért is jó, mert ugye vasárnap mi már indulunk Debrecenben. Így van. Igen? Lejutás fakultatív, ki így, ki úgy, de a lényeg, hogy május 12-én hétfőn kezdődik a nagy országjáró turnéja a Morning Show-nak, és egy debreceni állomással indulunk. Ugye? Csapó utca és a Dósa Nádor tér, tessék? Nagy erdő, új villamos. Mehetsz mindenfelé. Cukrászdák várnak, villamosok várnak, vár a nagy erdő. Nagyon szép egyébként, tavaly mi ott sétáltunk egyet Bennyvel. Aztán Miskolc, Székesfehérvár, Győr és Pécs, ezek az állomások. Ide megyünk, viszünk rengeteg KP-t, ugye? Készpénzt lehet nyerni majd, ajándékokat lehet nyerni, nyereménycsomaggal. Ellátsz odáig? Igen. Figyeljetek, elmesélem nektek, mi történik, amikor Bazsi sorolja az állomásokat, meretten így maga elé néz, de nem olyan ide, hanem elnéz a Jani feje mellett. És most vettem észre, mert azt hittem, hogy Jani arcáról próbálsz olvasni. Jani jelen. A Székesfehérvár egy fölfelé mutató szem. Rosszul fókuszál. Kicsit banja vagyok. És itt van mögötte a papír 6-os betű mérettel szedve. Te tényleg látod? Te látod onnan, Jani? De hogy látom. Milyen papír? Hogy láttam már? Látod azt a falat, Jani, amin az a papír van? Milyen falat? Gyerekek, hát lassan közelebb vagytok az 50-hez, mint a 30-hoz. Hát most ez... Hogy? Érted? Lassan jobban féltek a dugástól, mint a veréstől, úgyhogy... Hát azt még nem, de ez az 50-hez tényleg közelebb vagyunk. Hát most mit csináljak? Energiát adok a szememnek. Mi van?
Mi van? Hogy? Azt hogy? Hiszem, hogy mi van apró betűvel odaírva, még azt is elolvasom. Hát, mert tegnap este megtanultad azért. Bejöttem, tudod, és gyorsan átnéztem. Ja, gyerekek, nagyon szerettem ezt az előző témát. Még mindig özöllenek az SMS-ek egyébként, hogy ki mit üzenne saját magának. Nagyon-nagyon-nagyon szép SMS-ek jönnek egyébként. Na, aminek tényleg van valódi mondani valója, mélysége, és valódi tartalma. Nyilván a hallgatóink egy része továbbra is hülyül, de nagyon-nagyon klassz SMS-ek jönnek, hogy mit bántak meg, mi az, amire felhívnák saját maguk figyelmét 10 évvel korábban. Az érdekes az, hogy maximum 5% az, aki egyébként azt írta, hogy minden oké, csinálj mindent ugyanúgy. Tehát mindenki vagy megbánt valamit, vagy elkövetett valamilyen hibát, vagy idézőjelesen rosszul csinált valamit, nem tud semmit rosszul csinálni, mert minden ahhoz kell, hogy abból aztán fejlődés legyen, tehát effektíve rossz cselekedet szerintem nincs is nagyon, de hogy kevés az, aki azt írja, hogy minden oké, csak így tovább, ezt üzenném magam. Ez nincs, nem? Mindenki tudott valamit mondani. Ki a szakszervizet, ki más, kinek mi, de hogy mindenki tudott valamit tanácsolni. Az SMS-ek kis töredéke szólt arról, hogy minden rendben csináljuk. Talán ha 3 vagy 4 ilyen SMS-et összesen. Igen, fura ez az egész dolog, mert hogy nekem egy gyerekpszichológusnak az egyik gondolata jut erről eszembe, olvastam be egy pár évvel ezelőtt, és nagyon tetszett, nagyon okos gondolatnak tartom, hogy amikor például egy gyerekre mérges vagy, vagy csalódott vagy azzal kapcsolatban, hogy ő viselkedik, akkor honnan tudod azt, hogy az a gyerek nem a maximumot, az abban a percben nyújtható maximumot hozza ki magából. Tehát amikor például egy 10 évre visszagondolsz, és azt gondolod, hogy nagyon rossz döntéseket hoztál, akkor volt, vagy volt akkor egy rossz döntésed, akkor nem lehet, hogy az életednek abban a periódusában az egy nagyon is jó döntés volt, mert hogy persze, akkor azt tűnt a legjobbnak. Tehát, hogy így utólag visszagondolva azt mondani rá, hogy nem kellett amellett a pasi mellett maradnom, vagy az, amellett a csaj mellett maradnom, és elhinni neki, hogy szeret, lehet, hogy akkor szeretett. Nyilván te sem ugyanaz az ember vagy 30 évesen, mint 20 évesen voltál. 20 évesen választasz valakit, az 35 évesen már nem kell, mert közben szinte felnőttél, mást akarsz, másra vágysz, hogy ne. Persze. Tehát ez így van. Mm. Abszolút. Én egy dolgot bánok igazán, amit nem léptem meg, az a külföldi munka. Ahogy komolyra fordítva szó. Ez az egy dolog kimaradt az életemből, és ezt nagyon bánom. És külföldi te ipar? Hát vele, én egy cukrászdába előkóstoló, várzátogató, tömegközlekedő, vármúzeum belépőszedő, de most komolyan kérdeztem. Tömegközlekedő testelő. Így van. Túrókostoló. Így is csináló. Pipsólátogató. De külföldi munka mikor? Hát... tehát, hogy mit, gimi után? Vagy hát az vagy mondjuk, hogy inkább ez 15 év, mint 10 év, mert 10 évvel ezelőtt azért nem voltam olyan rossz pazva, azt gondolom, de hogy így 15 évvel ezelőtt én azért elmentem volna nagyon szíves. És valahogy mindig egy picit így tartottam tőle, meg féltem tőle, meg így azt gondoltam, hogy nekem ez nem kell. Miközben a barátaim nagy része kiment, és rengeteget profitált belőle, akár a nyelvtudás, akár a tapasztalat, akár egy csomó várat láttak, ették a sütiket, festék a lányok. Neked itt kellett maradni, tehát neked a külföld ebben az életedben kimarad. Ez neked ez kimarad. Nem marad ki azért. Jó, kis túlzással. Neked ez kimarad. Hát nincs dolgod külföldön. Hát ezt el kell fogadni. Mert még egy csomó dolgom van itt. Így van, ne azért van. Nincs dolgod külföldön. Egy csomó dolgod van itt belföldön. Vagy egy csomó dolgot itt kell megvalósítani. Neked nem az utazás, ezt nem neked találták. Hát igen. Én azt gondolom egyébként, hogy olyan sok mindenre foglalkozik az ember, akkor nem foglalkozik semmivel valójában. Én például imádom ezt az országot, ezért minden egyes szegletét be akarom járni. Nem akarom, hogy ide tartozom, ez az én országom, ez persze. Az én hazám, ez az én népem, én erről akarok a lehető legtöbbet megtudni. Az a jó, hogy mire végigjárod, annyira öregeszel, hogy elfelejtett, hogy hol voltál az elején. Egy is van. és újra el tudod kezdeni. Dióst, van itt vár? Nézd, meg fogsz lepődni. Figyelj, csak egy mondat arra, hogy nem a tájföldiekről, szerintem azért a külföld is hozzátesz, val azért... Mondjuk Diósdon tényleg meglepődni. Most megcsinál. Ha Diósdon lenne, vár. Nem. Az inkább Diósgyőr. Nem, azt mondtam. Nem Diósdon. Mondtam. De? Diósgyőr. De most kicsit meg kell védenem azokat, akik mondjuk tájföldre Diósgyőr. Mennek. És itt most nem elsősorban magamra, meg Kassa Tibire gondolok, de hogy, tehát, mert ugye mondtad, hogy ugye ide születtél, nem tájföldön. Most azért az sem baj, ha valaki külföldön szed össze, mert egy csomó ország, egy csomó hagyomány, kultúrákat, népeket ismersz meg, tehát azért ez is hozzátesz. Tehát szerintem nem jobb az egyik, mint a másik. Nem jobb csak itthon maradni, és nem jobb csak külföldre menni. Tehát én itt nem súlyoznék. Soha nem fogom mert hogyha itthon marad, az mennyivel jobb, mert minek külföldön.
külföldre menni. Dehogy nem, hát tök fontos külföldre menni, ha megteheted és van lehetőséged, hát rengeteg igen. dolgot szedsz össze, elmész Ázsiába, egészen máshogy élnek, egészen máshogy gondolkodnak, egész más jelen nekik a pénz, rájössz, hogy mennyivel szegényebbek, de mennyivel boldogabbak, mennyire így kéne élni. Tehát nagyon sok mindent szedsz össze azért ott is. Ha egyedül mész, akkor meg főleg nagyon sok mindent összeszedhetsz. Az akkor biztos, mert akkor nem védekezel. Akkor meg aztán nagyon sok minden. Tökre örülök neki, hogy nem picit így komolyan is beszélünk el a dologról. Például itt van ez a rámélyen sztereotípia, aki ilyen ráéget ilyen várszeretet, meg ez a fajta fanatizmus, amivel én járom Magyarországot, és keresem ezeket a romokat. Mindig megkérdezik tőlem, hogy miért nem megyek ki Angliába, miért nem megyek ki Franciaországba, miért nem megyek ki Olaszországba. Rengeteg vár van, tényleg gyönyörű szép helyek. És mindig azt szoktam mondani, hogy azért, mert nem a miénk, nem az enyém. Érzelmileg nem kötődöm hozzájuk, nem a mi történelmünk. Hát igen, szerintem, de te elsősorban nem is ezért nem mész külföldre, ez szerintem önállítás. Mert drága. Nem érzed magad biztonságban, nem beszéled a nyelvet, kiszolgáltatott vagy, izgulsz, hogy ott mi történik, nem tudod megoldani, ad egyfajta biztonsági érzetet. Most ha valaki azt mondja, hogy figyelj Jani, én elmegyek veled egy skóciai vár túrára 2 hétre, gyere el velem, fordítok mindent, ott vagyunk, bejárhatod az összes skót várat, szerintem egyébként valószínű elmennél, annak ellenére, hogy nem a tiéd, de nyilván azért nem mész, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy te, hogy egyfajta biztonsági érzetet, az, hogy itthon marad. És a teszádból ez egy elég komoly fikció, hogy gyere el vele, figyelj, fordít 2 héten keresztül, csak várakat fogunk nézni. Nem, most hát, nem azt mondtam, hogy én mindélek. Hát, de ez nem az. Ez, hanem hogy valaki az, akkor azért nyilván kimennél, tehát az, hogy most az nem a tiéd, persze ez nagyon szép, de én azt gondolom, hogy emellett azért van egy csomó minden más, hogy mondjuk nem mész külföldre, mert nem érzed magad úgy biztonságban, azért, nem? Azért néha őszinte dolgokat is szoktam mondani, meg olyanokat is, amik igazak, nem csak terelek, megmagyarázom a bizonyítványt, tehát, hogy érted, nekem nem jelent semmit, mit tudom én, Mont-Saint-Michel, gyönyörű szép egyébként, fantasztikus, meg kell nézni, el kell oda menni, mert nekem drégei viszont igen, pedig az csak egy térdigérő romocska hozzá képest. Tehát, hogy hát ez van, érzelmileg kötődöm ezekhez a helyekhez. Én meg tökre nem, de hogy ez ettől szép, nem? Olyan szinten nem érzek semmit, és amikor látlak téged átszemülve ott botorkálni a romok között, és téli fénykép, nyári fénykép, és azt mondom, hogy esőben, eső nélkül, drégei 5-ször, nagyvázsony 6-szor, le a kalappal. De tényleg, de ezért jó, mert mindenki tök más. Mert ezek mérföldkövek voltak a magyar történelemben, és a történelmünk következtében jutottunk el odáig, ahol most vagyunk. Ez egy út, amin végig jártunk, és ez a mi útunk, ez az én utam. De Tájföld is érdekel egyébként. Hát amiket mesélt róla, az láskarikák, amiket olyan helyekről fújnak a lányok. És a pingpongsó. De gyerekek, ez egy buta sztereotípia, hogy most Tájföld ennyi. Tehát, hogy azért Ázsia nem ennyi, hogy pingpongsó van. Tudom, tehát, hogy azért ez kicsit leegyszerűsített. Nem ennyi, de a legfontosabbak között. Egyszer elmész, nem akarsz többet menni, mert nagyon kiábrándító. Azért ott van a tranik is. Nem, azért ennél sokkal több minden van Ázsiában. Gyerekek, segítenünk el, mert ami drága jó dombinknak ellopták az autóját. Ilyen szemét egy világ ez. Mocskos szemét rohadékok ezek. Mocskos rohadt egy aljas világ, de komolyan mondom. De miért? És miért pont az övét? Igen, és senki nem tudta, hogy az övé egyébként. Ellopták az autóját, és írt, hogy egy kicsit próbáljuk meg neki segíteni, mert hogy hát elvitték. Elvitték. Ilyenek ezek. Beültek, elvitték. Igen. Igen. Iszonyat nagy csalódás. Már ha elviszik az autót? Igen, hogy beleültek a tiédbe, használja valaki más azt, amit te használtál. És nem is érted a szituációt. Igen. Ide tettem le, tegnap este, és nincs ott meg. Az üres parkolóhely. Iszonyatos dolog. Na de hát, ha tudunk segíteni. Dombóvár István itt van velünk. Hello, Dombi, jó reggelt! Sziasztok, kezdve korábban. Jó reggelt! Ennél kicsit bonyolultabb a helyzet, sőt, egyszerűbb, mint hogy reggel nem volt ott. Ezt a kocsit konkrétan a szemem elől lopták el. Úgy képzeljétek el. Ez egy hibrid autó, biztonsági berendezés, annélkül a kis kulcskártya nélkül, hivatalosan ugye úgy tudjuk, hogy nem indul el, ezért vásárolunk ilyen biztonságos eszközöket, és arra mentem vissza a parkolóhelyre, ami egyébként a körúton, nyílt színen, jól láthatóan az oktagonnál minden irányból, ott állt a kocsi, hogy ég a hátsó lámpája, amit nem hagyhattam én úgy. És 2 méterre közelítettem meg, amikor láttam, hogy valaki beletapos az én kocsimnak a gázpedáljába. Kezemben volt egy vizes üveg, azt utána vágtam teljes erőből, és az a helyzet, hogy úgy hívtam a rendőröket másik kezemmel, hogy még láttam a kocsi lámpáját. Jézus. Szóval, de nyugtass meg, a rendszámot fölírtad. Igen, megvan fejből. Kérdél azonnal egy papírt és egy tollat, és jaj, csak a rendszám legyen meg, jaj, csak a rendszám legyen meg. Hallod, letakart szemmel, megmondom a rendszámát, én már ilyen profi, színét is tudom. Szóval az a helyzet, hogy titeket nagyon sokan hallgatnak, az egész ország hallgat.
azért mondták, hogy nem lehet veszett fejszennyele, mert ez aztán tényleg forró nyom volt, tehát konkrétan az orrom elő vitték el, ami sokkal jobban zavar. Az, hogy ez már az én butaságom, benne volt a táskám, egy hátizsák, mások számára teljesen, ez a klasszik szöveg, de ez tényleg így van, mások számára teljesen értelmetlen, érték nélküli dolgokkal, az én irataim, bélyegzőm, számlatömböm, kulcsaim, egy ótvar 6 éves netbook, amit kimostam véletlenül, tehát netezése fognak tudni rajta, hogy én nem tudom, biztos van ebben az autólopó iparban is, csak van valami emberi vonal, ők is csak homo sapiens-től indultak valahonnan. Ha már éppen berhelik szanaszét és rommászterik azt a kocsit, azzal már úgyse tudunk mit csinálni, hogy tegyék már meg, hogy a táskát, amivel semmire nem mennek, mint egy csecsemőt, aki nem kell senkinek, tegyék oda egy árvaház elé, vagy egy rendőrség elé, vagy hozzák be a Duma színházba, vagy a hozzátok a Morning Show, csak mondom, tehát a vaszkaimat legalább juttassa már vissza valaki. És egyébként pedig... Milyen autó volt, Dombi? Ez egy piros Toyota Prius volt. Egy Toyota Prius. Aha. Ilyen piros Priusból nincs is olyan sok a környéken, és a rendszámát is mondanám, ha valaki látná, ez Márton Nándor Tamás, tehát MNT 153-as. Hmm. A bal eleje sérült, ez már az én művem, ez is egy ilyen egyedi ismertetőjel. Szóval, ha valaki látná esetleg a környéken, ezt már országos körözés van ellen, tehát az egész éjszakalmat a rendőrségnél töltöttem, nagyon jó fejek voltak, hamar kiértek. A térfigyelőrendszer sajnos nem elégséges, de az a lényeg, hogy tényleg néhány perccel utána eredtek a nyomába, tehát nem az volt, hogy felébredek reggel, és akkor már tényleg felesleges szinte. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ennek meg kell lennie. Nem tudnál szólni a banknak is, akié, hogy hogy segítsen a keresésben? Egy részét, igen, a kereket az első kereket találják meg, igen. Figyelj, az a helyzet, hogy jó érzéke, kötöttem rá a kaszkót. Na, ezt akartam kérdezni, hogy volt rajta kaszkó? Volt rajta kaszkó, tehát hogyha lezáródik egy ilyen eljárás, ami nagyon-nagyon sokáig lesz, akkor esetleg ebből még valami visszajöhet. De a táskám, a papírjaim, az igazaim nélkül viszont napi szinten sem tudok boldogulni. Ezt senkinek nem kell. Azt mondták a rendőrök, hogy minden bizonnyal ilyenkor van benne egy ilyen öreg tartalék mobiltelefon is, hogy ezt ki szokták dobni a kocsiból. Tehát, hogyha valaki az út mellett látna egy ilyen fekete, nagyon egyszerű SX feliratú hátizsákot, akkor ne ijedjen meg, nézze már meg, és ha véletlenül az én vaszkaimat találja benne, ilyen logikátlan, mindenféle dolog van benne, akkor hívjon titeket, vagy engem is megtalál a Facebookon, vagy írjon bárhova. Figyelj, Domi, jó, ez tiszta, igen? Persze, abszolút, tehát nyilván akkor azonnal mondjuk, hogy valaki jelentkezik, hogy a térfigyelő kamerák, vagy a biztonsági kamerák, azt tudom, hogy mondtad, de semmit nem mondanak, ezt nem nézik vissza valaki ott, hát... Rögtön ott a helyszínen bekérték rádiónak a kamerák felvételeit. És? Hát vannak olyan szakaszok, hogy nem folyamatos ez a figyelés, és hogy a kiesik egy-egy szakaszból, tehát még láttam, ahogy a Terész körútról a Király utca irányába megy tovább a körúton. Szóval az a helyzet, hogy amikor a rendőrök már kint voltak, ez az autó, akárhogy is taposták, még festen kellett maradni, tehát egy hidat csak közelíthetett meg. Tehát egy viszonylag kis körben, itt nincs, mindig azt mondják, hogy a Sisnyásban lemész, stb. Itt a belváros közepén nincs Sisnyás, tehát ez valahol látni. Egy garázs kellett. Lehetett, amit direkt erre a célra tartanak, nem akarlak elszomorítani, de most vagy altatás alatt van a kocsi, vagy már darabokban. Ezt is mondták, van benne egy gyári beépített GPS, ez rögtön az indításkor elindul, ennek az adatait is már mérik. Igazából mondom, tehát ha nagyon jó lenne, ha előkerülne, de amire szükségem lenne, az a táskám és a személyes irataim. Ha véletlen lát valaki kidobva ilyesmit, akkor nagyon örülnék, ha szólna. És a kétségbeesés szól belőlem, és nem akarok senkit ilyesmivel terhelni. De persze, hát ha megvan, akkor azonnal mondjuk. Fél éve van jogsim, ez az első autóm, és hát egy ilyen idézőjeles élménnyel gazdagoztam már is. Most volt a születésnapom múlt héten. Nem pont ezt szerettem volna ajándékot. De sok mindent kértél, de nem ezt. Fél éve van csak jogsít? Hogy? Aha, hát valahogy most került rá sor. Tényleg? Lehet, hogy még egy fél évet állni kellett volna. És ez volt az első autód ráadásul? Képzeld. Mm-hmm. Az meg aztán pláne érzelmi kötődés van hozzá. Tehát az ember aztán mindennél jobban tudja szeretni. Hát igen, én is kezdtem megkedvelni, tehát ez a másodvirágzás volt, ez a késői volán megkedvelés, egész jól ment már, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy emberben, állatban, tárgyakban kárt nem okoztam, és szerettem volna még ezt a tendenciát jobban javítani, de sajnos valami nagyon kedves egy vagy két emberben, nem láttam hányan ültek benne,
ebben megakadályozott. De a hallgatók írnak, hogy egy kicsit jobb kedved legyen, hogy ne aggódj, már Árkon Dombin túl vannak. Jaj. Azonnal írják és neked. Majd jönnek nyilván ilyenek is, hogy örülnek, hogy végre megszabadulhattál a Priusottól. Igen, hát ezekre fel vagyok készülve, és bizonyára jön majd egy 1000 darab ilyen úgyse lesz az megüzenet. Ismétlem, hogy én azokra a vaszkokra tartanék igényt, amit minden bizonnyal ők kidobtak. Rögtön, hogy a telefon nem érjék be, hogy ne találják meg, a papírok az semmire nem mennek. Azon tehát... volt a következő fellépés szöveganyaga? Nem. Igen. Nem, még nem volt lefordítva. Mondtam, hogy nem mennek vele semmire. Jaj, szegény. Figyelj, és hogy ültek be? Ez az igazi poénlopás. Mit mondtak a rendőrök, hogy nálad van a kódkártya? Azt mondtad, hogy ugye elméletileg csak azzal indul. Az hogy itt van a zsebemben. Tehát ebből az autóból egy kódkártya és egy jegyzőkönyv maradt. Aha. Meg az emlék. Igen. Nem tudtak erre mit mondani. Nyilván létezik ilyen kódkiolvasó. Van olyan, hogy bezárod a kocsira, a távirányítót, akkor blokkolják. Aha. Pontosan ezért mindenféle ilyen pótkulcsban van egy ilyen kis kulcsvégződés, tehát mechanikusan is be lehet zárni, de nyilván nekem is megvolt a beidegződő fontulat, hogy mindig megnéztem, hogy be van ez árva. Tehát itt nem az volt a probléma, tehát hogy nyitva volt a kocsi, és ennek akkor sem lett volna szabad elindulnia enélkül a kütyű nélkül, ami itt van a zsebembe, és a pót kütyű nélkül, ami meg ott van a fiókba. És mégis megtörtént ez. Úgyhogy, és gondolom, ráadásul a szemem előtt. Nem tudom, hogy ez jobb-e vagy rosszabb. Annyiból lehet jobb, hogy talán esélyesebb, hogy olyan messzire nem jutottak, mert rögtön, tehát mondom, tehát 5 percen belül körözés volt el Pesten. És ha egy perccel előbb vagy ott, akkor nem tudják elvinni, nem? Mert akkor pont oda jössz. Vagy nem tudnak, vagy igen, pontosan. Vagy még meg is vernek, csak mondom. Kérdezz egy hallgató, hogy nem a hatházi szórakozik? a rendőrök második kérdése ez volt, hogy zárjuk ki a lehetőségét annak, hogy ez egy Soder klubos poén. Tehát így. Azért nem hiszem, hogy a fiúk ennyire messzire lennének, de ha véletlenül Kovács András Péter beállít ide vigyorogva az autómmal és a táskámmal, akkor nagyon megveregetem a vállát is. Semmi következménye nem lesz. Sajnos attól tartok, hogy itt olyan emberek intézték ezt a poént, akiknek ez bármi nem volt poén, egyébként váltózárad, valami lopásgátló mechanikus zárad volt? Semmi nem volt? Ez minden elektronikus, tehát nem tudom, láttál-e már hibridnek ilyen váltóját, egy ilyen kis fütyi van középen, ami Zébrax, tehát teljesen automata volt, ezen nem nagyon volt mit zárni. Aha. Ez elektronikus volt, itt pont a kódkártya volt a lényeg. Ahogy egy kicsit messzebb mész a kocsitól, már egyből írja, hogy key not detected, és már sípol, villog, nádihegedű, minden, amit el tud képzelni. Hát tehát minden bizonnyal egy erre szakosodott félszerszámmal, tehát nem egy ilyen Windows alapú doszas kis kütyűvel indultak neki. Aha. Ez lenne jó egyébként. Nem volt, simán ki benyitottak. Igen. Az lenne jó, amit egyébként nagyon kevés ilyen védelmi rendszer biztosít, megszavatol, hogyha ellopják az autót, akkor fizetik az árát. Hát nem mert tudom. Van ilyen is, de úgy látszik, hogy ez nem az. Ez nem az, igen. Még a kaszkót ki ne találja, hogy majd te is hibás vagy. Igen, bár nem a kaszkó nem szokta, tehát ott levonják az önrészedet, meg megnézik, hogy mennyi a piaci értéke, azzal se jársz már jól, és akkor valamennyit kapsz majd. Igen. Felkészítettek erre, de mondom, nyilván most itt elsősorban ez is rettenetes, de nem, konkrétan nem az anyagi veszteség az, ami ennyire idegesít, hanem az, hogy az iratok... téges papírok, amit tényleg senkinek nem jött. Jó, mondd még egyszer a rendszámot, Dombi. Hát, ha valahol éppen ott mennek el, szerintem nyilván mikor volt? Ez tegnap este? Ez tegnap egy órakor. Tegnap egy órakor, hát nyilván már szétkapták, de hogy hát, ha valaki most ott látja egy parkolóban még... Mondom, éjjel egy órakor volt. Igen, ez MNT 153, tehát Márton Nándor Tamás 153, és ez egy piros Toyota Prius. Ja, azért az nézd meg, hogy otthon megvan-e a pótkártya, nehogy kiderüljön, hogy a családodból árult el valaki, és már a családod... Megvan, azzal kezdtem. És a saját családod lopja el tőled az autódat, tehát azért csekkolnám, hogy otthon van-e a pótkártya. Megvan, azzal kezdtem. Michael Douglas játszma címét én is láttam. Azért egészen más ezt tévébe megvászon nézni, mint amikor az emberrel történik. Mint amikor az ember tesóját csinálja, igen. Valahol előugrik tényleg, átkötik masnival, és kiugrik belőle valami hatalmasan nyúlnak öltözött ember. Esküszöm, még nevetni is fogok tudni. Dombikám, ha van bármilyen hírünk erről a csomagról, akkor jelentkezünk. Hát, ha valaki látja. Körülbelül 2,5% esélye van, vagy még annyi sem. Azért ezt elmondom, hogy ne nagyon reménykedj, de ha bejön egy SMS, hogy látták az autót vagy a laptopot, akkor mindenképpen szólunk. Jó?
Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek is, a hallgatóknak is a segítséget előre. Hát akkor most megkérdezzük, hogy te mit üzennél a 10 évvel ezelőtti önmagadnak. Igen. Ne vegyél 150 ezerért valami rettenetes tuningoldát. És ne sírjál, hogyha elviszik. Ja, és ez nagyon-nagyon fontos, és ez most nem irónia. Egy órára sem, fél órára sem, semmit, személyes dolgot ne hagyjunk a kocsiba. Hát a legdurább, amikor gyerekedben nagyták, és ellopták a kocsit Kínába, történt, azt hallottátok? És a tolvaj beült a kocsiba, elvitt, és egy két óra rájött, egy gyerekül átsülésen, és visszavitte. A kocsit is, minden gyereket is úgy adta ki. Kínába az a durva, hogy ha visszavitte, nem is biztos, hogy az volt az. Igen, de hát nem veszik észre. Igen. Dobikám, ha van valami, akkor szólunk, jó? Nagyon szépen köszönöm, kellemes napot mindenki. Vigyázz magadra, örülünk, hogy tudunk segíteni. Ciao, Dobi. Hello. Ah, Istenem, nekem törtékfülautomat el nem lopták, szörnyű érzés. Nagyon egyébként kemény. Tehát, hogy már tudod, hogy valaki bent járt, ott vannak az üvegszilánkok, kitépték a magnót, ott ülsz, nézed, szörnyű. Hogy miért kellett ez meg, a magnó? Meg ugye az egész, 5000. Hogy tudod, hogy ott beleültek, ja. Az a te autód volt, ott járt valaki, automat még nem lopták el. Már parkoltam úgy máshol, hogy azt hittem, hogy ellopták, már maga a tudat is szörnyű érzés. De az, hogy ellopják, ráadásul ezt végignézed. Borzalmas. Szegény Dombi. Hát reméljük, hogy a zsivány urak tényleg egy picit urak, és most hallgattak minket, mert hát nyilván mi voltunk beállítva. Ez teljesen biztos, hogy mi. Dombi autójában. Két embernek tudok, akinek visszahozták az autóját. Ez egyik a Jusz Laci volt, mondták, hogy rossz ember autóját adtak, estér ott volt, a másik a Doszpot. Igen. Akkor most ezt vissza kéne hozni. Miért? Mert a Doszpot kocsiját. Jó, kitakarítva, lemosatva, a kocsi egy órán belül ott állt a ház előtt. Az nem polírozva, tele tankolva. De ez tök komoly, És új nyári gumiszert szelte. Egy doboz bombon. Elnézést kérünk. De ez milyen? Gyerekek, rossz autót vittétek. Uh-huh. És jó lenne visszahoznátok. És ugyanazok lopták el a Justét is, meg a Rézét, és utána abba hagyták. Rájöttek, hogy nekik ez nem megy. A Justé nem tudom, hogy városi legenda, a Doszpotét konkrétan tudom, hogy ezt egy órán belül ott állt az autó. Igen. Letakarítva. Utána azért még az... nekifutottak a Tasnádénak is. Ott csak a nyújtásig jutottak el, mert leértek az őre. Na jó, ha valaki tud valamit, küldjen nekünk SMS-t. Jó, próbálunk segíteni. 8:30 múlt pontosan, 4 perccel jövünk a hírek után. 3:49 múlt, 2 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt. Dombival beszélgetünk a hírek előtt, ugye ellopták az autóját. Írja valaki, hogy a környékbeli mellékutcákban kell keresni, mert hogy pihentetni szokták pár napig. És... ha szerencséd van, akkor lehet, hogy ott van valahol egy mellékutcában. A pihentetés az igaz, de nem mellékutcában. Uh-huh. Kihagyott egy kocsit. Hát állítólag nem tudom. Igen? Ritkán lopok autót, nem tudom. De állítólag pihentetik. Mi a leszoktál? Most már lejöttem róla. Állítólag pihentetik ott. Illetve írja még valaki, aláírás nélkül nyilván lehet, hogy komoly, hogy a megfártéri mélygarázsban kell megnézni. Majd Dominak ezt közvetítjük. Lehet, hogy oda gyűjtik, vagy ez így az autó tolvajoknál egy megszokott dolog, hogy ott pihentetik néhány napig. Ott rendel az orgazda. És akkor ott, vagy ott szedik szét, nem tudom. Az kicsit erős. Gyere már. Igen, ott kapszak szét. Igen, a feszítő vasat. Szerintetek volt egyáltalán már olyan, hogy tényleg hogy ezek a zsiványok, hogy azt mondták, hogy basszus, oké, a kocsi kell, van rá megrendelésünk, meg amúgy is ebből élünk, oké, rossz utakon járunk, de hogy itt van ez a táska, akkor ezt visszaküldjük, akkor ezt berakjuk egy csomag megőrzőbe, akkor ezt berakjuk a rendőrségre, nem tudom. Nem, hát nincs rá infrastruktúrát, tehát hogy akkor jelentkezni kell, föl kell hívni a tulajdonos, akkor te már lebuktatható vagy, utána keresnek, honnan hívtad, nem, kidobják. De és amikor gyereküléssel elvisznek egy kocsit, hát mindenki azt gondolja, hogy hát majd az biztos nem, meg ugye az milyen személy, de ugyanúgy elviszik. Gyereküléssel, babakocsival, tök mindegy. Nincs már meg ez. Ha pénztárcát találsz, akkor mit, amikor kiveszed a pénzt, és visszaviszed, hogy nem volt. Te már úgy találtad, hogy nem volt benne, de egy autótól vagy neked egyszerű egyébként az egész, mert hogy ha még van, akkor egyszerűen egy postaládába bedobod, és kész. Tehát, hogy ott van a pénztárca, tele van mindenféle kártyákkal, benne van a, mit tudom én, a személyigazolvány, lakcímkártya, stb. Fogod, bemész a postára, és bedobod egy kézbesítő nyílásba, meg fogják találni. Ez nagyon szép, csak hát ez nyilván nem így megy. Ez jó lenne. Elmondom, kártya kuka, bankkártya kuka, megnézi egyszer, lehúzza, le lehet húzni. Nem sikerül. Lakcímkártya, stb. Kuka pénz, kivesz pénzt, tehát kuka hátizsák, kuka laptop, eltesz, később elad 50 ér valakinek. Tehát nagyjából ez az útja. Ez a szomorú. Van egy Facebook oldal. Már a bűnözők se becsületesek. Na nem, sajnos már nem a régi világot éljük. Nem tudom, mi a neve pontosan, tolvajkergetők, vagy... Most nem a bringásra mondom. Hanem, hogyha neked van biztonsági kamerád, képed, akkor te föltöltheted erre a Facebook oldalra az arcát az embernek, és ott megírják, hogy ők ismerik. Például nem egy
ember mondta, hogy betörtek hozzá, volt biztonsági kamerás felvétel. A biztonsági kamerának fölrakják a képét erre a Facebook oldalra, és megírja valaki, aki nézegeti ezt az oldalt, én ismerem, a Mittó Mél Lajos utca 112 első emeletben lakik. És nagyon sok embert így találnak meg. Tehát ezt az oldalt például lehet használni, ez nagyon jó. Én ezt nem ismertem, mert én nem Facebookozom, én nem tudtam, hogy van ez az oldal. Hát nem tudom, hogy mennyire lehet ez. Kézzed, hogy megtalálják. Tehát, hogy te csak fölteszed a képet, és azt mondod, hogy ez történt, hozzám betört, ekkor és ekkor, így néz ki, és fölrakod a fotót, és van, amikor egyébként megírják, hogy én ismerem, itt és itt lakik. Szólsz a rendőrségnek, kimegy, és előállítják. Figyelj, egy címbora fölnyomja. Tessék? Egy címbora nyomja föl, valaki, egy szomszéd. Van valaki, mint tudom én, a 8. kerületben, a 13. kerületben, egy szomszéd, a házmester, a társasházban lakó. Mi a bajod a 16. kedvenc? Most csak mondtam, hát ismerlek benneteket, tudom milyenek vagytok. És ezt a Facebook oldalt egyébként ezt tudják használni. Tehát ha Dominak lenne képe, akkor ezt föl lehetne tölteni, de nem tudom mi a neve ennek az oldalnak. Utcai rögzítés ennyit ér. Egyébként azért azon is érdemes elgondolkozni. Hogy nem mindig rögzít. Hát, hogy nem mindig rögzít, mint én gondolom, 2 percenként, 5 percenként csattint egyet, vagy nem olyan minőségű. Csekkoljuk már ezt az oldalt, töltsük fel a Zsül képét. Töltsük fel. Nem, szerintem ő megnyilván. Jó. Biztos, hogy nagyon tetszene nekem. Ez a Facebook oldal? Na, ez a tolvajkergetők, látod? Aha. Ez az. Most ennek van egy bringa kergetős része, és tudom, akik ugye bringákat találnak meg, de ez a tolvajkergetők. Nem, ez az ellopott kerékpárok, ez várjál, ez más. Ez más. Ez más. Ez a tolvajkergetők, az a bringa, akik a bringákat találják meg. Ők a tolvajkergetők, a bringások. Van ők a tolvajkergető bringások, de van egy olyan, akik Facebookon vannak, egy Facebook csoport, és te oda feltöltheted annak a képét, aki hozzád betört, ha van róla biztonsági kamerás felvételed. Megvan? Mindjárt megnézed. Jó, úgyis megírja valaki. Mindegy, szóval az oldal jó, én nem ismertem, de valaki mondta, és jó. Oké, na jó van. Hármas ugrást játszunk, ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Ivet, hello. Hello, sziasztok. Ivet, neked ma névnapod van, nem? Igen, és nagyon örülök, hogy elhívtatok, és mindjárt sírok, és tök jó. Te nem haragszol, hogy Balázs tudta? Nincs baj. Nem. Olyan szép név az Ivet, és olyan ritkán lehet hallani mostanában. Valahogy így mostanában nem divatos, nem tudom miért. Mindig van egy divatos neve. De most anyukám adta ezt a nevet azért, mert amikor ő fiatal volt, és velem terhes volt, akkor volt egy Ivet nevű ismerős, és nagyon szép nő volt. És akkor így gondolt, hogy hát én is szép leszek, hát mondjuk nem estem messze. Úgyhogy... Hát, és akkor már névnapozol. Igen. De nagyon boldog vagy, ez jó? Nagyon, hát nagyon. Na hát, ha sikerül elvinned ajándékcsomagot, jó? Jó. Jani, milyenek a kérdések? Hát, az első könnyű. A második kitalálható, a harmadik nagyon nehéz. A harmadiknél állj meg. Igen. Jó évet, meglátjuk, mehetünk? Igen. Így szól az első kérdés Zserikát nyakba akasztóért. Hányszoros bajnokok ligája győztes a Győri Audiato KC női kézilabda csapat? Kétszeres. Pontosan így van. Most a hétvégén védték meg ugye a tavalyi címüket. Igen, igen. Fantasztikus játékkal. Görbic Anita lett a BL gól királynője. Menjünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés dedikált Egér Alántért. Hány országgal határos Szlovákia? Ne kapkodj, gondold át, számold össze nyugodtan. Számolgass. Nem olyan bonyi. Akkor kezdem. Te ország. Egy. Lengyelország. Kettő. Pillanat. Három. Ausztria. Ja. Három. Magyarország. Négy. És Ukrajna. Tehát? Öt. De ügyes lány! Egy lexikon vagy. Egy háromdimenziós térkép. Hihetetlen vagy. Hihetetlen. Őrület. Na most álljunk. Hát ez az a kérdés, ami tegnap is volt, és ezt tegnap is azt mondtuk, hogy na most álljunk. Hát aztán fene tudja. Lehet, hogy tudja. Figyeljetek, erre vártam, minden évben küldök nektek SMS-t, és erre vártam, és most lesz, ami lesz. Aha. Éppenséggel lehet, hogy tudni fogja. Na, nézzük. Van, hát jó, próbáljuk meg. Jó, itt szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Melyik világhírű akciófilmsztár lép fel idén a blues zenekarával Budapesten?
Ezt nem hiszem el. Pont tegnap láttam a városba egy plakáton. Igen, és ki volt rajta? Szegál. De nagy! A rezzenéstelen póker arcú. Aikidós legenda, Steven Seagal. Nagyon jó vagy. Köszönöm. Nagyon izgulok. De már ne izgulj, nem, hát most már megyedik. Csak nagyon jó, hogy beszélek veletek, és ez teljesen lázba hoz. Mert csak azért hallgatunk, mert jelezték a gyártásra, hogy kevés a csomag, és most meg akarjuk óvni valahogy, de hát mind a három jelent a válasz. Ennyire régóta tervezett? Nagyon. Minden évben, még születésnapomkor is mindig írok nektek, és soha nem jutottam, és nem is gondoltam volna, hogy nem mondom, ma már megpróbálom, hát van névnapom, bár nem olyan nagy szó, és sikerült, és Istenem, nagyon örülök neki. Nagyon szeretlek benneteket, és minden reggel benneteket hallgatlak. Ivet, köszi, drága, hogy boldog névnapot, küldjük az elmény csomagot, jó? Nagyon köszi. Köszönöm. Ciao. További szép napot, sziasztok! Hello, Ivet! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 4 perc, pontosan 9 óra, Kassa TV-vel jövünk a hírek után. 9 óra, 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Jani, Feri is, mindenki. Friss, meleg. Na. Mesélj. Igen, és még küzd vele a takarítónő. igen, és nem tudom leúzni. Még közlekedési hírekkel azt akartam mondani. A szolnoki elkerülőn útkarbantartás miatt 1 kilométeres a sor Debrecen felé, ezt Ede küldte nekünk. A 33-as úton Poroszló felé az útfelújításnál 60-as, majd 40-es tábla után a besenyőtelek felőjövőket mérik, pipedli üzentem. M5-ös jó járható, Kecskemét Budapest között, a Dombi hátizsákjával az a baj, hogyha kidobják valahol, jön a tech és rögtön kilövi részvétem Dombi, írja Ati. Budaörsi úton véllányok már nyári öltözetben csábítják és lassítják a hímtagokat, írja nekünk István, köszönjük szépen. 8-as főút 70-es kilométernél Veszprém után Ajka irányában ellenőrzik a teherautókat, ezt Ati küldte nekünk, és Trafi a 26-os főúton Kazincbarcika belterületén Skoda rendőrautóból üzente nekünk Rolkó. Na, Budapest-Székesfehérvári vasútvonalon elromlott egy sorompó berendezés Tárnoknál, 10-15 perccel hosszabb a menetidő. A sorompó berendezés műszaki hiba miatt nem működik üzemszerűen. Tessék vigyázni. Bizonyám. Ha villog, ha nem, néz körül. Ha jön a vonat, arról nem a MÁV tehet. Nem? Hát de, arról ő tehet, de ha elémész, arról nem. Arról viszont már tehetem, így van. Kedvem, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a Tibi. Minden kedden a Hungária és az Ünnői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagymestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat. A főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret. Ő nem más, mint Tibi for President! Tibi! 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 Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Mi lesz veled, Tibi? Nélkülünk. Így van, jövő héten. Miskolcon lejössz? Helyem ott. Hát a kérdés is sértő. Nincs már szállás az egész városban. Sajnos. Sajnos a kutyafáját, hát nem elvitték az utolsó. Nem, ennyire bénák vagytok, mert nem ez kellett volna, csak nincsen szállás. Dezinformálni kellett volna. Igen. Ott állok Székesfehérváron a főtérn, és fiúk, ez egyáltalán nem vicces. Morning show. Igen, úgy kellett volna kezdeni, mi lesz veled jövét kedden Győrben? Így van, így van. És utána nyomorultan onnan telefonon egy bejelentkezés, 2 percben nagyon röhögtök, és akkor az nagyon, figyelj, milyen jövőre? Francba. Jövőre is van nap. Ez jó, ezt meg kell tudni csinálni. De, na, mindegy, de most akkor, már tudod, Miskolc. De volt most egy másik viccetek is, azon viszont marha jót röhögtem, hogy jöttem most befele, és konkrétan elém állt egy nagyon-nagyon lelkes biztonságért, és nem engedett be. Tehát megkezdte, hova, Kassa úr? Kassa úr, azt tudod, ki vagyok. Azért, mert igen, ez már meglepő. Hova? Elmondtam, hogy egy 4,5 évecske minden kedden, úgy beszoktam ezen sétálni. Így van. Mondta, hogy ő ezt elhiszi. Mondta, hogy én vagyok a Kassa Tibi, mondta, az bárki mondhassa.
szépen fogta, beengedett, előttem végig sétált, és mint egy ilyen veszélyes csomagot itt átadott engem a szerkesztő. Kellőképpen felkészítettük arra, hogy jössz. Engem itt átadott a szerkesztőnek, miután látta, hogy nem vagyok veszélyes, és a szerkesztő is egy ilyen nyugtázta egy bólintással, hogy igen, elengedhetjük a formát itt az épületben. De miért nem énekeltél neki minden csillagról, hogy tudja, hogy ezer hold és minden csillag, vagy a hulló csillag? Melyikre gondolsz? Mert mindenféle, mindenféle csillagról énekeltem már, és örüljetek, hogy még csak ennyi csillagról énekeltem. De egyébként az meglepő, hogy ő egyébként nem tudta, hogy ki vagyok, mert édesemnek egy nagyon édes sztória volt most a hétvégéről, és erről akartam felvezetni, és picit felfűzni, hogy elment egy ilyen csütögetésre, és ott a vendéglátónak a 9 éves kisfia oda ment hozzá, hogy és a következőt mondta neki csillogó szemmel rán, és azt mondja, hogy mennyire szerencsésnek tetszik lenni, hogy személyesen tetszik ismerni a Kassa Tibit, sőt, még élőben is tetszett találkozni vele. Édesem. De nem aranyos? Mondta, hogy nem, egyáltalán. Nem vagyok anyát fölvállalt, vagy letagadott? Mondta, hogy Kassa Tibi, a név ismerős, de már az idejét sem tudom, mikor hallottam utoljára. De a Hungaroringen meg odajött szinte egy ilyen 7 éves kisgyerek. Ebből látszik, hogy a kicsikét még tudatlan gyerekeknek borzasztóan el lehet engem sütni. Keresők, még igen, nem jutottak el a minőségre. Nekik még minden viccújuk, nem tudják, hogy ez már az 5. ismétlés, amikor nálam hallják, hogy rám nézett egy kisgyerek ilyen csillogó szemekkel, és azt mondta, hogy Kassa Tibi, de nagyon nagy sztár vagy. És így nézett rám ilyen könyvbe lábadt szemekkel. De azért ezek a pillanatok, nem? És legalább az apja közben lépett? Mondta, hogy üss a szádra, most üss a szádra. Fúj, köpött ki. Ezért mondom én azt neked, hogy előbb-utóbb ki kell jönnöd egy gyereklemezzel. Abszolút. De és egy mesekönyve. Hát, ezekkor nem lehet kiadni. Óriási lenne. Nektek nincsen, nem volt ilyen? Te BKV-n nem mondta, nem gázolsz bokáig az ilyen cuki találkozásokban, amikor oda jönnek. Nem, csak derék magasságon felül néznek az emberek a villamoson. Neki csak annyi, hogy ülj már előtt. Nincs semmi aranyos sztori. Semmi aranyos sztori nem volt, hogy oda mentek, és így egy kicsit megünnepeltek. Állandóan megismernek a BKV ellenőrök, ezt nagyon komolyan mondom. Akár, megint akár, lógunk, vadon úr. De most komolyan. És mindig megkérdezik, hogy hol a Balázs. Balázs hol hagyta? Balázs nincs itt, Feri nincs itt. Ő vezet, tényleg. Hallod, gyere már előre akkor. Egyébként ezt a Kassa Tibi sztorit, ami a anyukáddal nálam is kérdezték, hogy ismerem személy, milyen jó nekem, és mondtam, hogy igen, ismerem, és mondta, de, és mondta, hogy te szerencsétlen. Kicsit másos sült el? Mondta, hogy szegény, te. Hát nekem is kérdezte a fogászom, mert venne egy gipsz mintát. Te szemétláda, hogy ebből az édes gyermektörténetből ki tudtál hozni engem rosszul, ez már tényleg nem érdemlem meg. Esküszöm, most már a szívembe tört, viszont... Megpörgettem picit. De hogy látok rajtam valami furát, majd mielőtt a böki a csőrömre rátérnénk? De ma nem etted le magad. Ez a kabát. Igen. Hogy véget ért egy korszak, valószínűleg egy 20 perc vagy negyed óra múlva egy korszak lezárul, mert a következő dalpremier, amit most itt a Morning Show-ban meg fogunk majd tenni, sikeres lesz, akkor elhagyhatjuk végre a Neoton összeállítást a falunapokon. Na. Úgyhogy nagy a tét. Miért van negyed órás felvédeleket? Szám, így van. Is választ. Így van. Úgyhogy egy dalpremier lesz majd a rovat végén. Egy dalpremier. A Hello Idegen című új dalomat fogjuk lejátszani. Hello Idegen. Ez olyan, mint egy Ákos dal cím. Mert van, hogy Hello. Nem az a hello hülyeság. Nem a hello idegen, az Ákos mindig az indiai. Az előkelő idegen, ő ilyen Ákosos. Egy picit nálam más a megfogás, de ugyanaz a mélység, ugyanaz a siker. Ugyanaz a találkozás a Ákossal. Hát ez fantasztikus. Tehát ugyanaz a sikerorientáltság, ugyanaz a mélység, ugyanaz a szellemesség, tehát egy kísértetésen ugyanaz lesz, amit meg akarsz élni, de nem ez az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Hozzáteszem egyébként, hogy a rajongók, ugye tegnap este megosztottam az oldalamon a dalt, és azt mondták, hogy hallgatták, nagyon jó, te jóig mit fogsz kapni ezért a Balázsék. Hát az, hogy nem csak én szorongok egyébként a dalpremiér kapcsán, hanem a rajongók is szoronganak, úgyhogy tényleg nagy nyomás alá vagyunk mi helyezve. Annyira felvezetett, meg annyira behozod, hogy ezt egy csütörtök délelőtt 9:30-kor így betenném, tudod, és aztán így beszéljünk róla két mondatot, ez a hozom a dalt, itt vagyok, megjött a dal, mindjárt jön a dal,
Ez a dal, indítjuk a dal, így nehéz. A dal. Tehát így nehéz mit mondani. Figyeljetek, én azt gondolom, hogy csak tudnatok kell, hogy tömegek szoronganak emiatt. Tehát, hogy nagyon jó, te jó ég, mit fogsz kapni a Balázséktól. Tehát, hogy már kicsikét így nézi mindenki a dalt, hogy keresi benne azt a pontot, amin nagyon meg leszek rúgva. Jó, de a Böki a csőröm, most egy picikét tegyük jobbá a világot, egy hétköznapi dolgot hoztam nektek, és szerintem, remélem, hogy egyet fogtok benne érteni. Képzeljük el az élethelyzetet, beülsz egy étkezdébe, ami egy nagyobb, tehát nem egy kis étterem, ahol nem tudom, falnak fordulva eszel. Eszel szépen éppen a kis kedvenc falatkádat, éppen betömöd a szádba, rágod, mondjuk egy céges ebédlőbe, és abban a pillanatban megérkezik gyakorlatilag a teljes kollektíva, az összes kollégád. Mi történik? Ők is leülnek. Nem, a túrót. Sétálnak előtt, te eszel, teli szájjal, ott ülsz. Jó étvágyat! És jön a válasz tőled. Az egyetlen dolog, amit kényszeresen minden egyes előtted elsétáló ember megtesz, hogyha kajász, és tele van a szád, és nem lehet rá normálisan kulturáltan reagálni. A világ legrosszabb tiszteletköre szerintem, mert ugye egy evés előtt megkívánjátok egymásnak, azt odáig értem. De akkor ülsz egy étterem, és látják, hogy eszel. És látják, hogy teli szája, és folyik ki a szádból a pacal. A világ legostobább, legreagálhatatlanabb ilyen szituáció jött nektek. Volt már ilyen? Nem, mi kultúráltan eszünk, mi apró falatokban, tudod? Én tudom azt mondani, hogy falattal a számban is, hogy köszönöm. Figyelj, behozok már neked egy szendvicset. Vegyél be egy fél szendvicset a szádba, azt mondjad már szépen, hogy köszönöm. Miért nem csak intesz? De az ugyanúgy, hát akkor közben ugyanúgy meg nem hagynak téged szépen hát kajálni. Akkor miért nem az, hogy fönt hagyod a jobb kezed? Így van. Csináld azt, hogy fönt hagyod a jobb kezed, és balra leszel, vagy a balkezes vagy, hogy jobban leszel. Hagyd a kést, a villát. Fönt hagyod a balkezed, és azt végig egy nagy univerzális köszönöm. Kész. Tehát ha neked ennyi jó étvágyat kívánnak, hagyd fönt a balkezed. Szeretik, nem? Gyertek már lenne picit, hogy most ez komolyan nem egy olyan szitu egyébként, amit nem lehet normálisan lekezelni? Tehát egy kajának jó étvágyat nem mond, mert nem volt olyan, menj már innen, igen, jó étvágyat, menjetek már innen, tehát hogy nem? Egy nyomasztó tud lenni egyébként. Jó étvágyat, nem? Most ez egyel rosszabb nekem, mint a mi újság, amire én már kidolgoztam. Csak a programigazgatónak köszönj vissza, érted? Picit akkor legfeljebb az lesz róla a közvélekedés, hogy felfelé nyalsz, lefelé taposol, de hát... De egyébként ez így van. Nem, most ott van programigazgató? Nálam nektek van programigazgatótok? Nem, ez a tévé csak úgy megy a vakvilágban. Ezt én is látom, de ezért kérdezem, hogy van. Hogy ne volna. Ez látom, tényleg. De hogy emel van. Hogy ne van, természetesen van. Nem tudtam most írni. De mágneses névtáblát tesznek föl, nem? Hogy ne kelljen nagyon kaparászni a festéket. Ezt velem nem beszélik meg, de hogy ne volna, természetesen. Jó. Tehát, hogy igen. Ezzel ti akkor megbirkóztok? Jogos, adható egyébként, a 26. köszönöm, az tud idegesítő lenni, igen. Jó, igen. Itt azt, hogyha egy háttal ülsz. Tehát, hogy olyan helyet választasz, hogy beülsz háttal, és akkor nem vagy dahó, nem köszönöd meg. Most mit ez? Vagy nem köszönöd meg, akkor bunkó vagy, vagy mindenkinek megköszönöd, akkor tényleg ez van. Akkor tényleg nem kajász. Akkor meg nem eszel közben, és mindenkinek köszöngeted. De az első, hogy meg tudja köszönni normálisan, a többiek meg mindig csak ezt mondják, hogy szélütöttek? Ilyen képességek dolgoztak. Na mindegy, szerintem. És ez mind a saját produkciódat? Micsoda? Ez is a stáb. Igen, ők írják az adásomban a poénokat. Így van, ők a kaszasok gag csapata, így van. Ezért nagyon ne ezek a gag meetingek. Jó, félve kérdezem, ez életszerű dolog volt, egy élethelyzet. Jogosan Böki a csőrömet, a döntést. Megadható, van benne valami. Én ebben látok fantáziát. Többiek? Ki ma az ügyeletes Bari? Nem választottam, mert a múltkor, azért, mert a múltkor kiválasztottam a Ferit, és olyan görény volt, hogy majdnem sírva mentem el. Mindegyik ügyeletes Bari görény volt. Nem, mert a Jani nagyon jó arc volt. A Jani az egy nagyon klasszikus, korrekt, kicsit álságos, de nyaller figurát hozott, tehát ő tök jó volt. Tehát lehet, hogy Janinak kéne igazából. Kapott érte pénzt. Lehetnél állandó Bari, jó? De minden, a döntés tiéd, hozd meg az ítéletet, Balázs, hogy... Nem teljesen indokolatlan. Uh-huh. Ezt a döntést tudtam meghozni. Tehát nem teljesen indokolatlan. Lárják, de nem is a legindokoltabb, mert van, aki mondja, hogy köszönöm, én egy kettesen meg tudom adni. Mondjuk, ha így mondják, én nem is ebédelnék ott többet, ha így mondják. Egy kettesen tudom ezt hozni neked. Jó, add meg. Egy olyanra, ami nem teljesen indokolatlan, de azért nem is maximálisan indokolatlan. Kettes szintű csörbökés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. De
De megadható, megadható. Jogosan döki a csöbrödet. Van benne idegesítő faktor, igen. Milyen alvók vagytok? Hát, azt a sok időt. Jó alvók vagytok? Jó. Hát 3 és 5 között én nem, továbbra sem, de előtte igen. Igen? Igen. Hogy, Jani? Iszonyatosan jó alvó vagyok. Bármeddig, ja, ha nem bármeddig az óra. Komolyan mondom? Nagyon, bárhol, bármikor. Én valami hihetetlen, nem is emlékszem rá, hogy mikor aludtam úgy utoljára, mint egy gyerekkorom, vagy így kinyújtózok reggel, így nem tudom, ilyen puha bőrrel ébredek, és így belesétálok így a nap feltét. Nem, mert hogyha jól kialszod magad, azon... mindig tudod, mit vettem észre? Ha jól kialszom magam, nem tudom, ez mitől van, de egy Barázs megmondja, akkor puhább a talpam. Mert a nyálat föllazítja, hogy sokat... hogy folyik a... Sokat forogsz benne. Tocsolsz benne. Nem az arcom, te szemétláda, a talpam. Puhább a talpad? A talpam, puhább, akkor valahogy nem tudom, ilyen más sejmesebb tapintásom, ha jól kialszom magam. Nem tudom, ez mitől van. Egyszer akarsz megtapintani, mikor jól kialudtam magam? Szóljak? Gyere le hétfő Miskolcra, és megtapintasz. Megpihenünk együtt, és reggel megnézem a talpadat. Megtapintasz. Együtt fölébredünk a miskolci napfelkeltében. Jó, ezt még nem éreztem, hogy a talpam puhább lenne. De nem a tiéd, az enyém. Ja, tiéd. Akarod? Nem. Jó. Hogy nem, a talpa. Elhoztam nektek egy kicsikét, körüljártam az ideális alvás, az ideális hálószoba titkait, hogy hogyan kell, ahhoz végrehajtanunk, hogy jól tudjunk aludni, mert én tényleg ezzel küzdök, egyébként nem is emlékszem utoljára, mikor aludtam egy igazi gyermekded jót. Jó, mert én már azt hittem, hogy azért beszélsz ennyit az evésről, hogy esetleg ma először előfordul az veled, hogy nincs témád. De van! De szép volt! Nagyon szépen elcsúsztunk. Jó, mondom nektek, hogy mik a jó alváshoz szükséges követelmények, amik elengedhetetlenek. Nem szabad kávét inni egész délután. Micsoda hülyeség. 9-kor még simán egyet tolok, majd lefekszem aludni. Én megiszok egy risztretót, és utána elalszom. Akkor ez eddig, ezt ütöttük? Ez jó. Hát mi, hogy micsoda? Nem szabad kávét inni egész már délután. Délután kávé off. Na, én például cáfolom. Akkor ezt kiütött. Azt is elmondom, hogy miért. Mert megfejtették álomkutatók, hogy például vannak emberek, akiknek az alvásért felelős részeket önti el vérrel egy pohár kávé lefekvés előtt, és vannak, akik alvászavarban szenvednek, megitatnak velük egy fél pohár kávét, és azon részt stimulálja az agyban a kávé, ami pont az alvásért felel, és egyébként ezért könnyebben tudnak aludni, és vannak emberek, akik kávéval alszanak el, akiknek pont azon részt stimulálja az agynak. Tehát kávéval tudsz aludni. Akkor ezt dobtuk. Ezt dobtuk. Jó. Nem szabad fennmaradni éjfél után, ezt pedig adom. Igen, az éjfél utáni alvás tényleg nem olyan. Tehát, hogy egyszer elalszol 7-kor, az döbbenet, hogy mennyire más egyébként az éjfél előtti alvás, mint tényleg az ilyen éjszakában. Hiába alszol utána délig. Ezt mondjuk, ezt adjuk, nem? Uh-huh. Viszont itt jön egy olyan, ami nehezen tartható, és egyébként tényleg kéne üres fejjel, üres hassal, üres hólyaggal lefeküdni. Tilos? De nem, az kell a jó alvás. Üres hólyag, mi? Üres fej? Üres fej és üres has. Aha, mennyit válasz be a háromból, Tibi? Hát figyelj, ugye üres has, azt felejtsd el. Tehát, hogy figyelj, csak egy nagyon masszív ilyen arábiát a penne, és utána műanyag doboz elrákcsálása után tudok jól álomba szenni. Én figyelj, én éhesen, mondják, hogy éhesen ti tudtok jót aludni. Szerintem az üres has ebben az esetben nem ezt jelenti, hanem azt, hogy nem zabálod hülyére magad. De 6-kor eszel, és utána már megemésztve, mondjuk 10 órakor lefekszel, akkor jót alszol. Ha 9:30-kor még körömpörköltel szemezel, akkor nyilván rosszul fogsz aludni. De az üres has szerintem inkább ezt jelenti. Éhesen nyilván nem tudsz aludni. Ez a 6-kor eszel, de egy csomó olyan dolgot mondtam, amit nem értek, hát én 9 előtt nem is esik jól. Ez a 11-es pizza a legjobb. Én találtam olyan rendelést, olyan pizzarendelést, ami 14-ig kiszállít, akkor szerinted mi az igény? Na, tehát viszont jó. 13:30-ig. Filis pizza kemencéből. A legnagyobb, egy ilyen hajnal egykor, akkor megriadsz egy ilyen asztalméretű magyaros pizzára, tehát ez szerintem azért az finom. Az üres hólyag, ez tényleg egyre inkább úgy, hogy megyünk bele a korba, egy éjszaka hányszor vállaljunk be, hány pisi van éjszaka? Hát az attól függ, mit ittunk előző este. Hát, egyszer azért megriadt. Közel 50 fel is. Hagyjuk a kaput, ez szerintem a végig alszom az éjszakát. Hagyjuk már. 4:30-kor keresztbe álló szemmel már csoszogtok ki. Nem tudom. Hagyjuk már. Én bevállalom. Nekem egy ilyen 3-4-kor egyszer, hogy kicsoszogok. Én nem riadok fel egyszer sem, majd kifacsarom a kedvedőt, és elosztom. Vagy kb. Mennyi lehet. Jó, de téged minden este bepelenkáz a mozgat. Ennyi. Szépen bepelenkáz. Feri, semmi? Iszi prostat a panasz? Semmi? Semmi. Hát átvízelem a plafont, ha kell, hagyjál már. Komolyan? Egy vízköpő fiú vagy? Így van, de alul fölül, ahol akarod. Nem, de csak azért vizeli át a Feri a plafont, mert mennek vele a vesekövek is. Gyakorlatilag igen, mint egy sorozat. Egy géppisztoly sorozat. Na, itt van a következő paraméter, alkoholt lefekvés előtt semmiképp.
Ez butaság, egy jó pohár vörös bor, abszolút egy pohár. Egy meg nem kezdünk. Ezt akartam mondani. Egy meg megsegíted az üveget. Egy nem kezdünk mondatot. Egy jó rozé, gyerekek. Ezt nem írom alá. Tud segíteni. Simán. Kicsit feszültebb vagyok, egy kis viszki. Jó az. Abszolút. Jó, az alkoholt azt adjuk, nem? Tehát lefeküdni csak részegen. Hát, azt gondolom, kicsit a túlzások embere vagy Tibi, tehát az árnyalatokat kevésbé hallottak, nem teljesen erre gondoltam. Bepörköltözve, nagyon, nagyon bekarmolva. Igen. Jó, a takarónak könnyednek, de melegnek kell lennie. Takaróban milyenek vagytok? Milyen szerettek? Hát Jani, hálóság én hálóságban alszom. Nem hiszek neked. De, hát én szeretem otthon. Hálóságot, igen. És vigyázba. És beállítják a sarokba. Így van. Nem ezt nekem 15 évenbe került, mi megszoktam, még kimondja, és még mindig becsukom a szemem, és azt mondom, hogy jó Balázs, ezt engedd el, erre ne beszéltem. Ezzel én is így vagyok. 15 év után már csak igen, hálózsákban alszik, menjünk tovább. De ez nekem 15 éven belül. Vigyázba, és a kezeimet összekulcsolom a mellkasomra, mert tudom, hogy mekkora kicseszés lenne a hullamerevség, hogy össze-vissza dobálnám a karjaimat. És most azt hiszed, hogy hazudik. De tényleg így alszik, hogy összekulcsolja a kezét. De hálózsákban. Ha felenik ravatalozva. Igen, csak át kell emelni neked. És volt már olyan, hogy arra keltél, hogy ilyen kis mécsesek vannak köréd rakva, és szórakozik de. A család, és közben... Ez direkt azért csinálom, mert ha esetleg jönnek, értem, a tepsis emberek, akkor csak a három rátemel. Egy, kettő, há, tessék! De megmondom én, hogyha hasonfekszik, akkor is csak átemelnek három. De jó, több, de hát nem fordítom. De akkor nyomja ólyagomat a matrac. Akkor végig csak a prostatával legalább belehúztunk. Jó, de hogy nem vagytok olyanok egyébként? Én szeretem a nagy vastag paplant, ami nagyon nehéz, mint az a dunyha, tudod, és így bebújsz alá, jó meleg van alatta, egy kicsit. Olyan van, még ez a nagy ez a nagymuterféle dunyha, ami nagyanyáméknál volt. Az rendesen... Meg kellett keresni reggel, mert hogy annyira elvesztél. Konkrétan, hogy ilyen felhő alá, egy alá feküdtél volna, az van még? Én szeretem. Nem tudom, hogy van-e, de szeretem. Én nekem valamiért egy ilyen reflex kialakult, hogy nem tudom miért van ez, lehet, hogy azért, mert annyira sokat eszek az ágyban, hogy összemorzsálom a lepedőt, de hogy én mindig a takarón szeretek elaludni, nem takarózom be, hanem hajnalban arra kellek, hogy kezdek ilyen végérvényesen kihűlni, és akkor kezdek el betakarózni. Hogy lehetsz egyre izgalmas? Ugye? Én hirdetem az élet. Szemétbankot. Jó. Hát írnak ilyeneket, hogy pozitív gondolkodás, de ezt minket kevésbé érint. Ne legyen vízér a fej feletti részen. Hát az fontos. De a vízerek. De az, most én értem, most lehet, hogy én egy vízéren alszok keresztbe kasul, de ez hogy a túróba? Most értem, meg hogy kérdeztetsz meg egy vízért egy Ryanair-től, értem. Úramisten! Adom! Te jóságos ég! Figyelj, de honnan tudja egy átlag ember, egy átlag földi haladó, hogy hol van nem vízért? Neked nem a vízért kell tudnod, neked a tüneteket kell tudni, hogy rosszul alszol, rosszul ébredsz, fáj a fejed, fájdalmaid vannak. Rosszakat álmodsz, nem tudsz aludni, forgolódsz. Neked nem a vízért kell megtalálni, csak elmész a tünetekkel, és vannak radiesztéziás eszközök, amivel ezt neked bemérik. A Hartmann sugárzás, vízérben fekszel. Nem Hartmann, fogsz egy gajat, azt mész körbe, azt amikor lefittyen, itt meghajtasz egy ilyen ízét, egy ilyen ruhafogost, amikor lefittyen, akkor ott a vízér. Kimegyek én hozzátok megnézni. Jó? Na most megint nem feltétlen a lényeget, kijönnek, és akkor ezteket különböző eszközökkel egyébként egészen pontosan be tudják mérni, illetve figyeld a kutyát, figyeld a macskát, hogy hol fekszik a kutya, hol fekszik a macska. Akkor először vegyek valamelyikbe. Nagyon jól tudják, hogy ami jó, tehát ami jó a kutyának, az nem biztos, hogy jó neked, ami jó a macskának, az lehet, hogy jó neked, vagy éppen pont fordítva. Az állatok pontosan tudják, van amelyik állat a szereti és belefekszik, van amelyik a kettő közül meg pont nem fekszik bele, és azt kell tudjuk, követni. Hogy melyik, vagy csak elmondom. Nem tudjuk. Aha, tudjuk, ezt elmondom nagyon szívesen. A hálószoba színe ideálisan a bőr valamelyik árnyalata legyen. Na most ugye nálam ez a fajta csajos. Akkor belgyógyászatra kell mennünk, mert nálunk narancsárga. Nálunk nagyon csúnya padlizsán, nagyon keményen csajozós mély padlizsán, tehát az igazi ilyen benézel, és az a nagyon ilyen mély padlizsán. Csajozós, szerinted? Elkötöd a tövét? Nem. Mély padlizsán színű, amit felmutattál, ez nem ettől mélyebb valami, de padlizsának vettük, azt valami jellet, mikor fölkenték. De a lényeg az, hogy jó átvertek minket a festékboltba. Tehát egy ilyen nagyon mély csajozós, tehát azok a szín is lehet, valami látok, milyen színet? Nyilván az aranyberakásokat most nem említsük Balázséknál. Gyémántporral, Swarovski kristályokkal, igen. Hogyha eltekintünk az aranyberakásoktól, akkor milyen nem szín? Nem láttam még egyszer, mert annyira csillog a plafon. Igen, mindig, amikor bejöttél rá, csak egy aranyőr. Nálunk milyen színű, nem tudom. Most nem éppen, tudod, éppen milyen színű hálószobád. Nem ott lakunk egy ideje, úgyhogy nem tudom, most nem emlékszem. Hogy milyen színű voltál? Milyen sötétebb színe van a hálószobád egyébként. Buja. Buja színe van? Rettenetesen buja. Bemész oda, és egyből buja leszel. Nálatok, Feri?
Mire vagy kíváncsi? Szinte mindenre szociális kereteken belül. Kérlek szépen, a takaróra vagy kíváncsi, az ugye nagyméretű, mert mi egyet használunk, de könnyed. Beteg. Miért lenne beteg? Pont, csak külön takaró. Csak külön takaró. Abszolút. Külön takaró. Sőt, külön emelet. Mert hogy nem is kell, ugye csak oda söndörösz, és már jó is, aztán pedig összebújva tudtok tovább aludni. A színére vagy kíváncsi, az meg ilyen, hát egy tojás szín. Igen. Meg a plafon az pedig praktikusan sárgára van festve, hiszen mondtad az előbb, hogy állandóan keresztül úgy adott. Keresztül bizony. Hogy ne legyen zavaró. Így is van. De illetve meg... a vége mindig megkarcolja. De nem citromsárga. Nem jó, citromsárga. És igen, és közben én izé piros paprika füzérek lógnak a sarkokban. Igen, van. És fokhagymás. És ne tudod, citromsága, milyen, mindegy, csak ne citromsága. És már tudod, milyen kép van a hálószobában? A sertésbontási kép. Igen. Az milyen? Beszámolzva. Jó, és legyen akkor egy utolsó, csak azért, hogy időben lezárjuk, hogy legyen időtök még megfelelő módon felhájpolni, levezetni, felkészíteni ezt a dalpremiért. Az utolsó, ami a jó alvás, az fontos, hogy a hálószobában ne láss órát. Mert állítólag arra is rá tudsz feszülni, egyébként ez tényleg így van, egy pontig eljutsz, hogy elkezdesz matekolni, hogy ha még most elalszok, mennyit aludhatnék. Ha még most nem alszok, már nincs értelme lefeküdni. Tehát, hogy ne láss állítólag órát, ne legyen a hálószobában órád. Hú, tele vagyunk órákkal, de ezt most nagyon komolyan mondom. 6 vagy 8 darab óra van. Mi vagy te egy óra mester? Egy órás, mi vagy te egy óra javító? Mit csinálsz? 6-8 óra van hálószobádban, de mi? És komolyan, nagyon sok órák van. Nagyon sok ébresztőben szerintem 2 van, itt van egy ilyen rádiós óra és egy csomó karóra, én nem még tudom miért, még a sportórák is. Esküszöm, veszek egyet, ez mekkora felesten a kakukkos órára kelni reggel, nem? Hát egy ideig jó szerintem, a harmadik kakuk után meg akarod ölni. Pörgővel lerúgnám. Egy pörgővel leviszed, igen. És állítólag az van, és de Balázs nem fog tudni azonosulni, ez akkor legyen az utolsó, hogy az a legjobb, ha nem fekszel az ajtó vonalába, és nem is látsz rá. Most ugye ez a Balázséknál, ahol egy ilyen közepes méretű futballpálya méretéről egymásnak CB rádióznak a bikivel. Ha egyáltalán fölérek a hálószobába, és nem alszom el valamelyik vendégszobába a 6 közül. Fél úton, mert elfáradsz a hálószoba felé vezető úton. De majd a kuzinom úgyis fölvisz. Mindig a saját ágyomba ébredek, ha betesznek, persze. Téged nem is kérdezlek, rálátsz az ajtóra? Nem. Miért a fejedet teszed a hálózsáknak? Nem, azért, mert én egy emeletes ágyon alszom, és... nem hiszem el. És az ajtó félfa fölött van a fejem, tehát én csak a falat látom. Ne, Jani, én már tudom, hogy stoppolod az oknidat, hálózsákba alszod, de most miért kellett emeletes egy olyat bedobni, amit még eddig nem kellett tudnom? Imádom az emeletes ágyon. De ez most költöztél ásra. Ne, de hogy is. És az emeletes ágy melyik részén, alul vagy fölül? Most alsó részén nincsen, csak felmászol a kis emeletes ágyba, alul íróasztal van. És akkor úgy van, hogy elköszöntek egymással a feleség. De igen. Szia kicsim, jó éjszakát, és elindulsz, fölfele a létrán. Nem. Nagyon jó, én imádlak. Tehát figyelj. És van kis létrácskád, ami lemászol? Igen. A kis stoppolt zoknitban? Igen. De a stoppolt zoknitban is a kezes lábasom. De nem, az a kép megvan, hogy és mint a Stewie Griffin a Family Guy-ból egy ilyen alvósba, hogy elkezd fölmászni a létrán. Mászol föl a kis létrán, egyébként a kis cipzáros fölsődben. Lefekszel a hálózsákodba, betakarod magad, keresztbe teszed a kezed, mint Lenin a mauzóleumban, és fekszel. Szenzáció. Szerintem ez a felmászás része, ez ami engem egyébként ebben a dologban annyira vonz. Hogy meghódítod az ágyat. Ilyen kilambérjázott tetőtér beépítést láttam valamelyik nap fönt az interneten, tegnap vagy tegnap előtt, és azóta azon kattogok, hogy nekem kell egy ilyen... Ki volt alakítva, nem? Nem, de az egész fa volt, és valahogy nekem nagyon bejönnek ezek. Sokan megcsinálják magas belmagasság, hogy fölül van az ágy, alul pedig ugye a kis székre ülsz, kis galériával. És galéria... Ez helyszűke miatt van leginkább, Jani, tehát nem azt gondolt, mondjuk... hogy ez egy irányzat, hanem hogy ez, de hogyha ez a helyszűke miatt van, de ez egy jó ötlet, a magas belmagasság. Részben nálunk is ezért van, csak a mi galériánk sokkal kisebb, egy ágyi.
Hogyha nagyon megszomjazol, mondjuk hirtelen lefekvés után, vagy az éjszaka közepén, akkor van olyan, hogy leszólsz, hogy mint ahogy én csináltam nagyfateromnak, hogy szörpikét kérek, és is feladják. Nem kell, mert kulacsot adjatok el a kulacsomat. Nyitott ablaknál figyelj. Alszok, és a mellettem a szekrény tetején vannak szobanövények, és mindig lenyalogatom róluk a harmatot. Figyelj, de most... Na jó, hát ez kivitted. Maradjon időd a darra, Tibi, jó? Úgyhogy elköszönöm tőled. Kérdezem meg, hogy a felvezetésért, a böki a csörömért, a dalpremiért, a hálószobák megreformálásáért lehet jogos a tapsa sikoly. Nagyon komplet volt. Jogos a tapsom, jogos a sikoly. Hello idegen, Kassa Tibi dalpremier itt a Morning Show-ban. Egy pici szünet, és jövünk Tibi legújabb dalával. Meneküljetek! Morning Show dalpremier. Szerelmes. De ez egy könnyű kis nyári. Igen. Szeretni fogják, a csajok ezt imádják. Laza. Igen. Szerintem tolni fogja majd a klassz nyárnak a különböző helyszínein is. Remélhetőleg. Igen.
Meg is könnyű. Könnyű kis dalocska. Mit akartam mondani? Azon kívül, hogy szól a riasztom. Lehet, hogy az aksis egyszer, csávó. Az a baj egyébként, hogy egy idő után annyira megszokott, hogy időnként megszólal, hogy utána már nem fogsz kimenni. Most lehet, hogy baj van, de... Ráncs! Lehet ezt még kapni. De nem az a riasztó, másik. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Mit üzennénk magunknak, erről beszélgetünk. Ugye egy életmód tanácsadó összeszedte az olvasói által azokat az üzeneteket, amiket 10 évvel korábbi önmagadnak üzenhettél, vagy üzenhetnél. És mi is arra kértük a hallgatóinkat, hogy nézzék meg, hogy hova jutott az életük az elmúlt 10 évben, és üzenjenek SMS-en keresztül saját maguknak, önmaguknak, a 10 évvel ezelőtti önmaguknak. Hallgatóink egy része komolyan vette a dolgot, egészen megható SMS-ek jöttek, nagyon tanulságos téma volt. Nyilván sokan humorizáltak és lottószámokat üzentek, meg sportalmanachot akartak adni maguknak, de a téma nagyon jó volt, nagyon szeretük, nagyon sok mélyen szántó SMS érkezett. Tényleg érdekes volt, hogy ki mit üzenne magának 10 évvel korábbi önmagának. Ezt most szépen megmondtam. Aha. Ki mit üzenne magának 10 évvel korábbi önmagának. Lassan, yeah. Lassan ez már egy dalszöveg. És szegény Dombi autóját ellopták, Dombovári Istvánról van szó, gyorsan fölhívtuk, hátra tudunk segíteni, ugye egy Toyota Priusról van szó, ráadásul úgy vitték el, hogy ő ott volt, amikor elvitték 2 méterre az autójától. Még végignézte, hogy elmennek vele, az ásványvizes palack át tudta fegyverként használni, igen, és próbáltunk neki segíteni, hát ha meg lesz az autó. Ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. Szegény Dombi, ha valaki látja a kis piros Toyota Priust, akkor segítsen nekünk, jó? Csabinál is elérhető az SMS számunk, telefonszám, hát ha meg lesz, jó, próbáljunk segíteni. Hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, aki ugye, ha mondja, hogy morning show, növi az ajándékcsomag. És mondom, hogy jövő héten indul a turné, decemberben kezdünk, május 12-én, aztán pedig Miskolc, Székesfehérvár, Győr, Pécs, ezek a jövő heti helyszínek, május 12 Debrecen. Csöng? Mindjárt. Ja. Morning show. Ó, egy kicsit szorít. Visszafogott morning show. Hello. Visszafogott, nagyon messze vagyok tőletek. Hol vagy? Ausztria. Ausztria. Gyerekek, ha már Ausztriát említed, mindenki figyelmébe ajánlom. Az AC/DC zenekar. Az Eurovízió. Az Eurovízió fesztivál, vagy mi ez Eurovízió? Mi ez? Dalfesztivál. Osztrák képviselőjét. Conchita. Conchita. Conchita Wurz. Conchita Wurzot. Hát csak ennyit mondok, nézzétek igen. meg. Jó? Conchita Wurz. Jó, de üljetek le előtte. Mindenki figyelmébe ajánlanám. Igen. Mindenki figyelmébe ajánlanám, hogy a határnál ellenőrzés van Sopronnál. Nagyon jól, Laci, ezt elmondtad. Jó. Köszönjük szépen. Mit csinálsz Ausztriában? Imitálom a munkát éppen. Imitálod a munkát. Na, ugye te is üzentél saját magadnak 10 évvel korábbra. Ugye a kérdés az volt, hogy ki mit üzenne saját magának, ha találkozhatna önmagával, vagy meghalaná az. Az üzenetet te azt írtad, hogy ne félj tetteit következményeitől, neveld fel őket. Aha. Ez saját tapasztalat? Tehát te tényleg ezt üzennéd? Nem, ez nem saját tapasztalat volt. Tehát azt, hogy ne félj tetteit következményeitől, az igen, az saját volt. De úgy gondoltam, hogy egy ilyen műsorban azért egy kicsit poén kell a végére. Az jó, ha van, de szerettük az SMS-t. Úgyhogy te vagy a nap hallgatója, és küldünk neked egy ajándékcsomagot. Köszönjük szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Jó munkát neked Ausztriában. Köszi. Csáó. Elvállom. Szia. Nehéz ez, hogy így minden rád hallgatóra így rezegél rá, az ő rezgésére, nem? Uh-huh. Hogy ő most kicsit visszafogottabb, vedd fel azt a fordulat. Szóval valaki nagyon örül, sikít, akkor menj vele abban. De nem mindig egyszerű. Ez Csabi, hello. Hello. De milyen jót mondod, hogy úgy érzem, hogy ebben a műsorban kellene egy kis poén. Igen. Gondoltam, akkor küldök én, ha már nektek nem megy. Igen, az SMS alapján azt gondolom, hogy egy nagy szájú poénkod, és egy kis halkszavú visszafogott, ilyen kis csöndes ember volt. Mi újság, Csabikám? Hát hallgattam én is, és gondolkodtam, hogy mit üzennék magamnak. De inkább az, hogy ne oda parkolj. Így van. És nem járnék úgy, mint Dombi. Neked is ellopták, mi? Hát volt egy ilyen zöldséges mercim, azt elvitték. Azt sajnálom azóta is megmondani. 180-as volt, vagy 200-as? 123-as. Igen. De azért, nem azért sajnálom, mert az autó meg az érték. Hanem a rekeszeket. Hát azért, mert annyira hülye voltam, hogy meg se néztem, hogy be van-e zárva, meg hogy nem volt benne riasztó, meg persze építkezés mellé parkoltam. Tehát, hogy ez fáj, hogy hülye voltam. Ez. Hát igen.
Na jó, de azért nyugtass meg, hogy nem ezt üzennél, tehát ennél azért ja, nem van. Ez csak a vicc. Ez csak a vicc, jó. Oké, remek zenéi lesznek, Csabim? Hozom James Arthurt, most megint nem a legújabbak közül ajánlok egyet, hanem a legjobb énekesek közül. Neki a debütáló lemeze a saját nevét viseli, James Arthur, és ez a negyedik maxi volt, tehát elég sok sláger található rajta, és a Get Down címre hallgat, úgyhogy ezt meghallgatjuk a következő órában. Jó, 555-55-00. Jó, ez Csabi telefonszáma, itt tudok dalt kérni. Conchitát tessék megnézni. Conchita a legnagyobb. Conchita óriási. Ő az osztrák versenyző. Egyébként nagyon szép darab. 10 óra múlt pontosan 1 perccel. Csabi jön a kívánságműsorra, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok!